Újabb év. Milyen év volt ez is. Miniszterelnök úr áll a hazai és a nemzetközi sajtó rendelkezésére. Szeretném jelezni, hogy egy nagyjából 2 órás időkeretet kell tartanunk a következő hivatalos elfoglaltság okán. Éppen ezért ne is vesztegessük a hosszút. Miniszterelnök úr, parancsolj! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánok! Ami a mondandómat illeti, ugye ilyenkor zárjuk a 23-as évet, és tájoljuk magunkat a 24-es évre, és ez a találkozó önökkel arra alkalmat ad, hogy jobban értsenek bennünket, illetve jobban értsük egymást. Hogyan érti a kormány a 23-as évet? Mi a 23-as évet úgy látjuk, hogy az a nagy küzdelmek éve volt. Itt volt a háború, a növekvő terrorfenyegetés, a migráció, az infláció és Brüsszel. Ezek voltak a nagy küzdelmek színterei. A céljaink azok világosak voltak, a háború esetében Magyarország kívül tartani, kimaradni ebből. A terrorfenyegetés esetében, amely felerősödött Európában, azt mindenképpen távol tartani Magyarországtól. A migráció esetében megfékezni, az infláció esetében azt letörni, és Brüsszel esetében pedig megegyezni dacára a folyamatos gáncsoskodásnak. Amit ma már mindannyian tudunk, az az, hogy az infláció, a háború és a migráció és a terrorfenyegetés kérdésében sikerrel jártunk. Tehát amit célul tűztünk ki, azt el is értük. A nagy küzdelmek azok nem csak a kormányra voltak jellemzőek a 23-as évben, hanem nagy küzdelmet folytattak és küzdködtek a magyar családok is. A háború magával hozta a szankciók az energiáremelést, az pedig veszélybe sodorta a nyugdíjak és a bérek értékét. A nyugdíjak értékét teljes egészében sikerült megvédeni. Várjuk még a december végi gazdasági adatokat, de úgy látszik, hogy a béreket is nagyobb arányban sikerült megvédeni, mint az év közepén ez elég szomorú módon látszott. Akkor azért volt egy 4-5%-os féléves reálbér csökkenés, azt az év végére talán 1% alá tudjuk szorítani. A cél a 24-es évet illetően pedig az, hogy a nagy küzdelmek helyett inkább a családok legyenek megint a politika középpontjába. Ha 2023-ban azért küzdöttünk, és azért dolgoztak az emberek is Magyarországon, hogy amit már korábban elértek, azt ne veszítsék el, megvédjék azt, amiük van. 24-től azt reméljük, hogy itt már az előrelépés érdekében dolgozhat az egész ország, ideértve a családokat is. Amit a kormány ennek érdekében tenni tud, az részben már bejelentésre került. Ugye ilyen az új lakásprogramunk. Abban bízunk, hogy a Csók Plusz sok 10 000 család számára jelent előrelépés lehetőséget. Elfogadtuk, kihirdettük a munkaadók és a munkavállalók által kötött megállapodást, ami a minimálbérek emelésére vonatkozik, egy 10-15%-os emelésről beszélünk. A nyugdíjak értékét azt garantáljuk, sőt, miután úgy látom, hogy az infláció mértékét azt egy hónappal ezelőtt 24-es évre magasabbra becsültük, mint ami az valójában lesz, ezért ott a nyugdíjak értékének megvédésén túl még némi emelkedés is bekövetkezhet. És talán lesz erről szó, ha a feltételek teljesülnek, és ehhez közel vagyunk, akkor egy 3 éves bérfejlesztési programot is meg tudunk indítani a tanárok és az óvónők esetében. Ami a 24-es évnek a politikai céljait illeti, annak középpontjában az európai parlamenti választások állnak. Önök ismerik a mi kendőzetlen véleményünket arról, ami Brüsszelben folyik. Bennem is az a meggyőződés alakult ki, és ez egy elég általános vélekedés itt Magyarországon, hogy Brüsszelben a bürokraták egy buborékban élnek, és ezért Brüsszel vak, nem látja a valóságos életet, elrugaszkodik azoktól a problémáktól, amelyekkel nem csak Magyarországon, hanem egész Európában küzdenek az emberek. A 24-es választásoknak az a cél, hogy kinyissuk Brüsszel szemét, lássa a valóságot, és képes legyen arra, hogy kijavítsa azokat a vezetői hibákat, amelyeket 2023-ban elkövetett. 23-as év tehát a nagy küzdelmek éve volt, 24 az a tervek, a nagy tervek éve lesz,
és az európai parlamenti választás éve is, ahol megpróbálunk Brüsszelben egy jelentős politikai változást elérni. Így tekintünk a 24-es évre. Ha részletekre kíváncsiak, akkor állok a rendelkezésükre. Kezdjünk is bele, az MTV-t szeretném kérni először. Jó napot kívánok, Kucsav Renáta vagyok az M1-től. Először a migrációval kapcsolatban szeretném kérdezni a miniszterelnök urat. Tegnap Dajcs Tamás arról beszélt, hogy Brüsszel legújabb döntése egy újabb durva lépés az új migrációs paktum áterültetése érdekében, és hogy a brüsszeli bürokraták egyre radikálisabban akarják ráerőltetni a tagállamokra a migrációs politikájukat. Mi a véleménye erről? Nem áll jól a dolog. Ebben a képviselő úrnak igaza van. Az unió tagállamainak szükséges mértékű többsége, tehát a minősített többsége, az elfogadta azt a csomagot, amit mi az egyszerűség kedvéért nevezünk migrációs csomagnak. Ennek a csomagnak a kiinduló pontja hibás. Erről egy nagy vitát folytattunk az elmúlt negyed évben. Hosszú órákat töltöttem azzal, hogy megpróbáljam elmagyarázni, láthatóan sikertelenül, a többi miniszterelnöknek, hogy a kiinduló pont is hibás, amit ennek a csomagnak az alapjául választottak. Ugyanis egyetlen módon lehet, és most tapasztalatból beszélek, nem filozófálok, ebben benne van Magyarország elmúlt 8 éves küzdelme a migrációval szemben, tehát egyetlen módon lehet a migrációt megállítani. Hogyha azt a döntést meghozzuk, hogy aki be akar lépni az Európai Unió területére, a rávonatkozó döntés megszületéséig az unión kívül kell tartózkodnia. Minden más megoldás az foltozgatás, toldozgatás, és nem fogja meghozni a kívánt eredményt. Tehát egész addig, amíg az unió nem szánja rá magát, úgy, mint hogy mi magyarok egyébként ezt megtettük, hogy azt mondjuk, hogy ha valaki akármilyen jogcímen is Magyarországra akar jönni, akár menedékkérelemmel is, először be kell nyújtani ezt a kérelmet. Az ország határán kívül kell várakoznia, és ha megvan a döntés, és az negatív, ott is kell maradni, ha pozitív, beléphet. Ha még ezt az alaphelyzetet, testtartást az unió nem veszi föl, akármilyen csomagokat is alkot, mindig kudarc lesz a vége. Ennek a migrációs csomagnak, amit elfogadtak, és amit tegnap talán nagy részében már hatályba is léptettek, biztosan meg tudjuk mondani, hogy kudarc lesz a vége. Hegyek vajudnak, és egér fog születni. És az se kifele szalad az unióból, hanem befelé. Tehát meggyőződésem, hogy a magyar szabályozás az a minta szabályozás, amit igazából nem elleneznie, nem beperelnie kellene Brüsszelnek, most ez a helyzet, mi bíróság előtt állunk a magyar szabályozás miatt. Az Európai Bizottság elvitt bennünket az Európai Bíróság elé, hogy ezt a szabályozást, amiről az előbb beszéltem, ezt megszüntesse. Holott ez az egyetlen bizonyítottan működő szabályozás ma egész Európában. Ezért nem vagyunk boldogok a tegnapi döntéstől. Miniszterelnök úr, mi a véleménye a lengyel köztelevízióban történtekről? Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy sérti a jogállamot az a döntés, amely a közmédia vezetésének a leváltását eredményezte. Ön szerint megtörténhet-e ilyen egy jogállamban? Úgy látszik, hogy meg. Ugye nem akarunk beleavatkozni Lengyelország ügyeibe, nekünk minden lengyel a barátunk. Még azok is, akiknek mi nem vagyunk a barátai, vagy akik nem tekintenek minket a barátaiknak, mert ez egy régi történelmi sorsközösség, és látjuk azt a vitát, ami ott zajlik. Tanulságos vita ez, de nem korlátozódik Lengyelországra. Ha egy kicsit magasabb horizontra emeljük a tekintetünket, akkor látunk furcsa dolgokat ma mondjuk úgy, hogy a nyugati demokratikus világban. Ezeket én nem akarom egyenként kommentálni, mert nem akarok én konfliktusokat kialakítani egyetlen másik országgal sem, de azért mégiscsak arra föl kell figyelnünk, hogy van olyan nagy nyugat-európai mintademokrácia, ahol, ha jól látom, az egyik legesélyesebb elnökjelöltet bírósági akadályokkal akarják elgáncsolni, hogy el tudjon indulni egy választáson. Látok egy másik országot, ez az óceánnak a másik felén van, de az is nagy, ahol előfordulhat, hogy egy jelentős parlamenti képviselettel rendelkező párt az nemzetbiztonsági megfigyelés alatt áll.
És látok egy harmadik országot, amiről ön is beszél, ahol rendőri erőszakkal foglalják a televíziót. Tehát valami kor rágja a nyugati demokráciáknak a szervezetét. Valami történik, ami nincsen rendjén. Miközben, ha mindez egyébként mondjuk Magyarországon történne meg, akkor már talán a NATO csapatok is bevonultak volna, ami még idehozza a kettős mércének a problémáját is. Tehát úgy érzem, hogy nekünk nem csak Magyarország miatt, hanem az egész nyugati, demokrácia épült világunk jövője miatt lesz fogunk aggódni a 24-es évben. Köszönöm szépen. Rajteszt kérem szépen következőnek. Itt bal hátul. Köszönöm szépen, Szakács Gergely vagyok a Reuterstől. A februári-június csúcson mit szeretne elérni miniszterelnök úr, milyen módon hajlandó Ukrajnának uniós támogatást biztosítani, és mit vár ezért cserébe? Vagy leegyszerűsítve a kérdést, mi lenne a minimum, amit ezen a csúcson miniszterelnök úr szeretne elérni? Tehát ha analitikus, tehát elemző szemmel nézzünk az előttünk álló csúcsra, akkor külön tudunk választani két kérdéskört, amelyek a politikai vitákban, ha jól látom, talán érdekektől is vezérelt módon összekeverednek. De ha elemző módon, és az ön kérdése, mintha ilyen hangvételű lett volna, nézzünk rá erre a kérdésre, akkor ezt a kettőt érdemes külön választanunk. Van az a kérdés, ami az ön mondatának első felében szerepelt, ami arról szól, hogy adjunk-e, és ha igen, mennyit és hogyan, mármint pénzügyi forrást Ukrajnának. Erre 26 tagállamnak, vagy mondjuk úgy a bizottságnak az a javaslata, hogy adjunk 50 milliárd eurót. Ez az 50 milliárd eurót adjuk oda 4 évre. Azt is mondja az Unió, hogy ez a pénz nincsen. Tehát olyan pénzt akarunk odaadni, amely jelenleg nincs. Tehát ezt a pénzt állítsuk elő. A bizottság azt mondja, hogy közös hitelfelvétellel állítsuk elő. Vegyünk fel együtt hitelt, és adjuk oda a pénzt Ukrajnának. Azt is mondja a bizottság, hogy ha hitelből ezt előállítottuk, akkor ezt tegyük be a költségvetésbe, a 7 éves költséget, és azon keresztül adjuk oda Ukrajnának. Ez az asztalon lévő javaslat. És a magyar álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy ha pénzt akarunk adni Ukrajnának, akkor először is ne adjunk 5 évre. Mert fogalmunk sincs arról sem, hogy mi lesz 4 év múlva, nem hogy mi lesz 5 évre. Tehát valami értelmes időkeretet jelöljünk ki. A második, hogy a mértékét aszerint határozzuk meg, hogy az Egyesült Államok mennyit vállal abból a teherből, amit ma Ukrajna támogatása jelent. A harmadik javaslatunk az az, hogy ha adunk is ilyen pénzt, azt semmiképpen ne adjuk a költségvetésen keresztül. Mert egy bizonytalan nagyságrendű tétel szétzilálja a költségvetésünket, és nem szól amellett semmi érv, hogy miért kellene ilyen bonyolult módon bevezetni a pénzt a költségvetésbe, onnan meg bonyolult rendszerben kiutalni. Ahelyett, hogy összejönnék, és azt mondanánk, hogy mindenki tegye le, úgy, mint a költségvetésnél is szoktuk, mondjuk a nemzeti össztermék arányában azt az összeget, amit szán erre a célra, de a költségvetésen kívül. És akkor végezetül a negyedik problémája a magyaroknak az, hogy mi nem akarunk senkivel közösen hitelt felvenni. Ezt egyszer elkövettük, ezt a hibát. Akkor még inkább reményeink voltak, akkor nem tűnt ez hibának. Ez a Covid válság után volt, emlékeznek még erre. Covid, gazdasági válság, visszaesés, gyorsan szükség van segítségre a tagállamok számára, erre nincs pénz a költségvetésben, létrehoztuk ezt a helyreállítási alapot. Hogy gyorsan, célzottan, jelentős mennyiségű pénzt tudjunk adni a tagállamoknak. És ezért közösen vettünk föl hitelt. Most a Covid már elmúlt, de több tagállam is van, például Magyarország, aki egy fillért csak kapott még ebből a keretből. Gyors nem volt, hozzá nem fért, tehát nekünk az a véleményünk, hogy közösen pénzt fölvenni más országokkal, miközben ezekkel az országokkal folyamatosan politikai vitánk van, nem észszerű dolog. Ezért a magyar parlamentnek van is egy erre vonatkozó szabálya, de ez a kormány álláspontja is, hogy adhatunk mi pénzt, oda, ahova adni akarunk, de semmiképpen nem akarunk más uniós tagállamokkal közös hitelbe lépni, és közös adósokká válni. Mindenki fussa a saját kockázatát, és vállalja a ráeső részt. Ez a magyar álláspont. Szeretném, hogyha ezt a többiek elfogadnák. Van egy másik része azonban a február elején esedékes vitának. Ez csak az első fele volt. A második az, hogy az ukrán ügy kapcsán, ahhoz kapcsolódó módon, de attól elválaszthatóan, tagállamok álltak elő különböző költségvetési módosítási igényekkel. Hogy ha már hozzányúlunk az ukránok, akkor még legyen ez is, ez is, ez is, ez is, ez is. Mi ebből kimaradtunk eddig,
Mert Magyarországnak az volt az álláspontja, hogy nem kell módosítani a költségvetést. Ez a költségvetés jó. De ha elkezdődik egy ilyen folyamat, hogy minden tagállam a számára fontos szempontokat emelje be a költségvetésbe, akkor majd ezt Magyarország is meg fogja tenni. De ez még előttünk áll, ez a következő egy hónapban tisztul majd le. Köszönöm. A Financial Times lesz a következő. Itt ül elő a kollega. Középen. Tiszteltem, Dunai Márton vagyok, a Financial Times tudósítója. Kicsit hasonló téma nálam is, amit a Reuters kérdezett. Hogyan értékeli annak a veszélyét, hogy Magyarországgal szemben a hetes cikkeit aktiválja a többi tagállam? Mi úgy tudjuk, hogy nincs egyhangúság az Európai Uniós tagállamok között ebben a kérdésben, de még lehet, hogyha ez a birkózás tovább folytatódik. Tehát ennek a veszélyét hogyan látja? Nyilván a pénzről való egyezkedésnek is ez egy rokon területe. Erről is szeretnék kérdezni, hogy ugye mindenképpen Magyarország már mondta, ön is, meg mások is, hogy az egész Magyarországnak járó pénzt szeretné megszerezni, tehát nem a felét, negyedét, ugye, ahogy ön mondta, hanem az egészet. Egy megállapodáshoz mindenképpen a teljes 30 milliárdnak a felszabadítása volna szükséges, vagy elég lenne további pénzek felszabadítása is, és ha igen, akkor abból mennyi. Illetve, hát igen, meg az is végül is kérdés, hogy ha az egész pénzt akarja Magyarország, akkor ezt az egész kondicionalitási eljárást, meg herce-hurcát akarják-e kiiktatni kvázi. Illetve, hogyha mindez nem lesz, vagy nem sikerül, és a 26 tagállam úgy állapodik meg az ukrán pénzekről, hogy Magyarország nélkül, akkor hogyan értékeli Magyarország további elszigetelődését az Európai Unióban ennek kapcsán? Ugye itt ez visszavezet a hetes cikkely kérdéshez is. Köszönöm szépen. Hát jó nagy szénabogját összehordott itt nekem, bocsánat, meg fogom ezeket szétszálozni valahogy, mert ezek különböző természetű kérdések. Ugye van az első szál, hogy fenyegeti a Magyarországot a hetes cikkely szerinti eljárás. Nem fenyegeti, hanem az alatt áll. Tehát olyasmivel nem érdemes fenyegetni az embert, amit éppen elszenved már. Tehát mi a hetes cikkely eljárása alatt vagyunk. Tehát egy másik hetes cikkelyel. Tehát ön arról beszél, hogy most folyik egy hetes cikkes eljárás, és emellett helyett indítanak még egy másikat, amely azt a célt, mert a mostani hetes cikkeli eljárásnak nem az a célja, hogy Magyarországtól bármilyen jogot elvegyenek. Amiről ön beszél, egy olyan hetes cikkeli eljárás, amire az alaptörvény vagy az alapszerződés szerint van lehetőség, amelynek már az volna a célja, hogy ugye az alapszerződés világosan megmondja, hogy ilyen eljárást miért lehet indítani. Akkor lehet indítani, hogyha folyamatos jogállami sérelmi veszély van. Na de az Európai Bizottság éppen most állapította meg, hogy ez elmúlt. Hiszen most mondta ki, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer rendben van. Tehát az egész Európai Unióban a legfrissebb és legjobb minősítésű igazságügyi rendszere Magyarországnak van. Most kaptunk róla egy papírt. Hát ez azt jelenti, hogy Magyarország nem a hetes cikkelyes eljárás felé tolják, hanem nyilvánvalóvá válik, hogy nincs ok arra, hogy ilyen induljon. Tehát én ettől nem tartok. Akkor a második villányi széna ebben a bogjában, az ugye a pénzeknek a kérdése. Ez fontos dolog, hogy mi nem akarunk összekötni idegen, különböző természetű dolgokat egymással, mert az sosem vezet jóra, az nem szül jó vért. Tehát például az ukránoknak adandó pénzügyi támogatást mi semmilyen magyar pénzügyi kérdése nem akarjuk összekötni. Ez egyébként sértené egy uniós elvet is, ami a lojális együttműködés elve, meg sértené egyébként azt a magyar politikai kultúrában erőteljes habitust, ami az ilyesmit nem szereti. Tehát minden dolgot úgy kell lerendeni, és azzal kell lerendezni, akivel bajod van. Tehát azt az uniós módszert, hogy bajuk van a magyarokkal, majd megbüntetik a magyarok gyerekeit az Erasmus programon keresztül, ez a magyar lélektől idegen. Ezt mi egy rendkívül hitvány dolognak tartjuk, miért nem csinálunk. Tehát különböző dolgokat nem kapcsolunk össze. Ha vitánk van valakivel, vele rendezzük el, és nem pedig oldalágon, mellékesen, hátsó ajtókon. Tehát az a helyzet, hogy
Az ukránok ügyéről nem akkor tudunk megállapodni, ha van pénze Magyarország, hanem akkor, hogyha az a javaslat önmagában értelmes. És ami a legfontosabb, hogy legyen kívül a költségvetésen, és ne kapcsoljuk össze más költségvetési kérdésekkel. Tehát pont Magyarország az, amelyik az különböző természetű pénzügyi kérdések szétválasztását akarja, az összekapcsolódás ellen van, még mások meg inkább össze akarják kapcsolni. A következésképpen, miután Magyarország azt gondolja, hogy a költségvetés jó, mármint az uniós költségvetése, úgy, ahogy van, és ha hozzányúlunk, abból csak bajok származnak, ezért mi nem kérünk semmit. Mi csak annyit kérünk, hogy benne van a költségvetésbe, azt hajtsák végre. A magyarok pénze benne van a költségvetésbe. Ezért mondjuk, hogy az nekünk jár. És ha valamiért nem akarják ideadni, akkor vitassuk meg, hogy miért nem, de az nekünk jár. Tehát mi nem bele akarunk tenni valamit a költségvetésbe, nem kérünk semmit. Csak az, hogy hajtsák végre a költségvetést. Ha azonban módosítgatni kezdik a költségvetést, akkor természetesen a magyar érdek is megjelenik, és ennek megfelelően fogunk tárgyalni. Volt még valami? Bocsánat. Hallom önt. Támogatásról való döntés az egy-két nappal azután született meg, hogy Magyarországnak kinyitották kvázi a pénz ezt a 10 milliárd eurót. Majdnem mindenkinek az agyában, bár Magyarország ön szerint igyekszik szétválasztani ezt a dolgot, mégis ez a két dolog, ez összekapcsolódott. Hát mert vannak, akinek érdeke, hogy összekapcsoljon, van, akinek pedig nem érdeke. A magyarok azok közé tartoznak, akiknek az az érdekük, hogy a különböző dolgokat ne kapcsolják össze egymással. Tehát, hogy igazából csak még egyszer szeretném ezt megkérdezni, tehát attól függetlenül, hogy a Magyarországnak járó pénzeket felszabadítják-e vagy nem, a magyar álláspont az Ukrajnának járó pénzekért nem fog változni. Ez nem ezen múlik. Világos, köszönöm. Hanem azon a négy szemponton, amit az előbbit ismertettem. Köszönöm, hogy mindenkit arra kérek, hogy struktúráton tegye fel a kérdéseit, jó? Tehát nagyjából egy-két kérdése van idő, miniszterelnök úr pedig mindig szabatosan szokott ezekre válaszolni. Az Origót kérem következőnek. Itt elő. Jó napot kívánok, Kovács András Origó, köszönöm szépen. Első kérdésem az, hogy az Európai Bizottság elméletileg felszabadított 10,2 milliárd eurós támogatást. Ön ezt mondta erre, hisszük, ha látjuk. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy visszavonják ezt, és a bizottság végül Ursula von der Leyen enged az európai baloldal folyamatos zsarolásának? Mielőtt arról beszélnénk, hogy mit tartok elképzelhetőnek, talán arról érdemes beszélni, hogy a zsarolás egy nyilvánosan beismert tény. Tehát az, hogy Magyarországot megzsarolják, ez nem egy magyar agyszülemény. Ez is nem egy feltételezés, és nem egy hipotézis. Tehát az a dolog, hogy Magyarországot Brüsszelben megzsarolják, egy olyan tény, amit a zsarolók maguk is beismernek. Ezek a zsarolók az Európai Parlament tagjai, akik ezt el is mondják. Önök pedig meg is írják, én pedig el is olvashatom, illetve a tisztelt magyar nép ezt elolvashatja. Ahol névre szólóan elmondják a képviselők, hogy ők azt szeretnék, hogy Magyarország egyetlen fillért csak kapjon, sőt, hogyha a bizottság mégiscsak odaadná azt a pénzt, ami jár Magyarországnak, akkor ők el fogják mozdítani a bizottság elnökasszonyát. Éppen most született egy ilyen levél, amit európai képviselők írnak alá, és megfenyegették a bizottságot, hogy nem merje odaadni azt a pénzt Magyarországnak, ami jár. Tehát ilyen értelemben nem érdemes arról vitatkozni, hogy vajon zsarolják, nyomják-e krahácsot, hogy így fogalmazzak. Mert nyomják, hát mindannyian látjuk, ez történik. Most az a kérdés, mit tudunk tenni ezzel szemben? Nem sokat tudunk tenni. Ugyanis az európai intézményrendszernek a középpontjában sajnálatos módon, mindegy, hogy ez nekünk tetszik-e vagy nem, de a bizottság áll. És hogyha a bizottságot megzsarolja az Európai Parlament, mint hogy most történik, és azt mondja, hogy ha a bizottság elnöke nem akadályozza meg, hogy a már meglévő költségvetésben a magyaroknak már járó pénzt a magyarok megkapják, akkor az elnökasszonyt meg fogjuk buktatni. Ezt mondják, le is írják. Tehát ma ez zajlik Brüsszelben. Miközben mi úgy látjuk, hogy Magyarország nem csak összevetve a többi európai országgal minden jogállami minőségnek eleget tesz, hanem azt is látjuk, hogy amikor konkrét igényei vannak a bizottságnak, azokból
szinte mindent megvalósítunk, ami a magyar alkotmányos rendszer keretei között megvalósítható, tehát még együttműködőek is vagyunk. Tehát az én világképem az, hogy Magyarország próbál együttműködni a bizottsággal, a bizottságot közben megzsarolja az Európai Parlament, az államok miniszterelnökei, a tanács pedig széttárja a kezét és néz. Most ebben a helyzetben kell valamilyen megoldást találni a Magyarországnak arra, hogy az érdekeit érvényesítse. És nem róhatják föl nekem, hogy egy ilyen megzsarolt helyzetben mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy Magyarország érdekeit érvényesítsem. Így tudok válaszolni önnek a kérdésre. Köszönöm. Bloomberget kérem. Köszönöm szépen. Simon Zoltán, Bloomberg. Ön a decemberi EU-s csúcs előtt azt mondta, hogy mindenképpen blokkolni fogja azt, hogy az EU megkezdje a tárgyalásokat Ukrajna felvételéről az EU-ban, mert stratégiai kérdésnek tartja. Ugyanakkor azt mondta, hogy az Ukrajnának szánt segéllyel kapcsolatban azt meg azt gondolja, hogy alkutárgya. Ehhez képest a csúcson ennek ellenkezője történt, ugye? Az EU döntése az volt, miután ön kivonult a teremből, hogy megkezdje a tárgyalásokat Ukrajnával, az EU tagságról, ellenben blokkolta a pénzügyi segélyt. Az a kérdésem, hogy miért nem akkor vonult ki igazából a teremből, amikor a segélyről beszéltek, hogyha a stratégiai kérdés az volt, hogy ne kezdje meg a tárgyalásokat Ukrajnával az EU? Először szerintem tisztázunk egy stílusbeli kérdést. Szerintem kivonulni, mondjuk tud a német kancellár meg a francia elnök. A magyar miniszternek az kimenni tud. Tehát az ember kezelje helyén a pozícióit. Ahogy inkább maradjunk abban, hogy kimentem, valóban lehetővé tettem, hogy Magyarország fönntartsa az álláspontját, ne értsen egyet a meghozandó döntéssel, de a döntés megszülethessen. Ennek vannak előképei az Európai Unióban, nem a magyarok ötletességét dicséri ez a módszer, egész egyszerűen inkább csak ismeretekről van szó, tudjuk, hogy hogyan kell az ilyen konfliktusokat kezelni, és mások is kerültek már ilyen helyzetbe. Ezért választottuk ezt a megoldást. A német kancellár javaslatára egyébként. Ami az ukrán stratégiai kérdést illeti. Én 8 órán keresztül próbálkoztam, hogy meggyőzzek 21 néhány másik országot arról, hogy ne kövessük el ezt a hibát. Tehát, hogy amit most tenni készülünk, az egy hiba, és ne kövessük el. Én mindent megpróbáltam, tehát most nem idézem föl önöknek, bár izgalmas intellektuális szempontból is szerintem egy figyelemre méltó vita volt, hiszen mások is közreműködtek benne, de szerte ágazó, azért most nem idézem ide, talán abban összegezném, hogy Magyarország nem tart igényt a Kasszandra szerepre. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni. Tehát ez a privilégiumunk nekünk nincsen. De vannak tapasztalatok, és azt próbáltam nekik elmondani, hogy pontosan így álltunk egymással szemben a migráció ügyében is. Ugyanazok voltak velünk szemben, elmondtuk, hogy mi fog történni, mert mi itt élünk a déli határnál, ahol a migráció valóság. Itt élünk az ukrán határnál, ahol a háború valóság. És ez másképpen jobban látszik, mint az Atlanti-óceán partjáról. És a migrációnál is mindent megtettem, hogy meggyőzzem őket, hogy ne hozzák meg azokat a döntéseket, amiből nagy baj lett. Most ebben a bajban vannak benne. És azért kell küzdenünk, hogy bennünket ne rántsanak magukkal. És azt mondom, ugyanez a helyzet áll majd elő. Most mindenki a magyarok ellen van, de be fogjátok látni, hogy ez egy rossz döntés, ebből sok baj származik még. És rendkívül sok energiát kell módosítani, hogy azoknak a bajoknak az elhárítását megoldjuk, amiket mi ezzel a döntéssel elő fogunk idézni. De nem tudtam őket meggyőzni. És be kell látnom, hogy nekik is volt egy nagyon robusztus érvük. Hiszen az ukrán csatlakozás, ha az baj, ezt most egyre hagyjuk függőbe, mert nincs egyetértés, de ha a magyarok még hosszabb évek múlva, ilyen több évről lehet szó, is kitartanak amellett az álláspontjuk, mert hogy ez nem jó, akkor még mindig itt van a kezükben a magyar parlamentnek a döntése. Mert Ukrajnát a magyar parlament döntése nélkül nem lehet felvenni az Unióba. Tehát ha a magyarok aggódnak egy rossz döntés miatt, megvan a lehetőségük, hogy megvédjék azzal szemben magukat. De itt van 26 ország, aki ezt a döntést meg akarja hozni, és ők joggal várták el tőlem, hogy Magyarország ne akarja őket megvédeni saját maguktól. Ez már a gyerekeinkkel is nehezen megy. Tehát ez egy jogos elvárás volt. És ilyenkor nem lehet mit csinálni, megoldást kell találni. Én nem akart, megfordult a dolog. Már nem az a veszély fenyegetett, hogy egy rossz döntés születik, mert az, hogy 26-an kitartottak, ez már megakadályozhatatlan volt.
Az volt a kérdés, hogy bennünket, magyarokat belekényszerítenek ebbe a rossz döntésbe. És nekünk is kell felelősséget vállalnunk ezért a rossz döntésért. És azt a megoldást kellett megtalálnom, hogy ebből a helyzetből, hogy Magyarország ne vegyen részt olyan döntésben, mivel ne ért egyet, megtaláljam a kiútat. És ezt sikerült megtalálni. Hálás vagyok a német kancellárnak, hogy ezt a javaslatot felvetette. Tartottunk egy tárgyalási szünetet, volt egy német-magyar tárgyalás, megegyeztünk egymással, és a dolog megoldódott. És akkor a pénzügyi kérdéssel... Bocsánat, a pénzügynél pedig az álláspontunk változatlan, ott nem közeledtek az álláspontok. Ők az ukránoknak adandó pénzt a költségvetésen belül akarják odaadni, Magyarország pedig a költségvetésen kívül akarja odaadni. Nekik van lehetőségük arra, hogyha ebben nem értünk egyet, akkor a költségvetésen kívül ezt megoldják. Arra nincs lehetőségük, hogy Magyarország nélkül a költségvetésen belül oldják meg. Arra van, hogy 26-an összeállnak, és a költségvetésen kívül, mondjuk 26 állam közös hitelfelvételével ezt megoldják. Ilyen lehetőség van. Ha ilyen lesz, majd megfontoljuk mi is, hogy mit gondolunk erről. És akkor igazából ezt vetíti előre, hogy februárban valószínűleg ez lesz, hogy 26 tagállam megállapodik erről, de akkor effektíve ez a magyar blokkolás, úgymond, ez így partvonalra kerül, megállapodnak Magyarország nélkül, és akkor az a kérdés, hogy valójában mit ért el Magyarország, és milyen ára van ennek, hogy megint szembe ment az EU-val. Igen, de Magyarország nem az a célja, hogy blokkoljon dolgokat. Magyarországnak az a célja, hogy Brüsszelben jó döntések szülessenek. Nekünk az a célunk, hogy a miniszterelnökök, a tanács jó döntéseket hozzon. Szerintünk Ukrajnának úgy pénzt adni, hogy az a költségvetésen belülről történik, és veszélybe sodorja a költségvetés egyéb rovatait, például a benne lévő magyar pénzeket is. Ez nem jó döntés. Tehát hozzunk jó döntést. Ez egy rossz döntés lenne. Tehát az nem kérdés, hogy Magyarország akaratát jó néhány ponton ki lehet kerülni, vagy ne is Magyarországról beszéljünk. Egy-egy tagállam akaratát, aki nem ért egyet a többiekkel, sok ügyben ki lehet kerülni, néhány ügyben meg nem lehet kikerülni. Itt is megvan a lehetőség arra a többieknek, hogy ha akarják, kikerüljük. De én még egyszer mondom, nekünk nem az a célunk, hogy nemeket mondjunk Brüsszelben, mi igeneket akarunk mondani. Mi jó döntéseket akarunk, jó megállapodásokat akarunk. De az meggyőződésem, hogy Ukrajnának 50 milliárd eurót adni, 5 évre előre, az unió költségvetéséből, amiben erre nincsen pénz, hitelfelvétel útján, ez egy rossz döntés. Ehhez hozzunk inkább egy jót, ez a magyar javaslat. Köszönöm. FHC-t, Stefan. Thank you, Prime Minister. Two questions, if I may. First, can you give us reasons why Hungary is delaying the NATO access of Sweden in line with Turkey? Is it something like Mr. Erdogan is my friend and ally and I have to stand by him, so he will stand by me if I need so? And the second one is for non-Hungarian speakers. What exactly do you mean with saying Ukraine is as far from EU accession like Marco from Jerusalem? Does it mean light years, or does it mean in the moment it's an illusion and it's a far trip, but within a sailor's reach? Thank you. There's a lot of discussion from where this in Hungary famous saying is coming from. Makó Jeruzsálemtól. Far away is Makó from Jeruzsálem. One of the main explanation is that Makó is a name. It's not the name of the city. It's a name of a knight who was a crusade knight who tried to go to Jerusalem but find himself somewhere else. That's what I mean. So if he would like to help Ukraine, we should provide something, we should offer something which is realistic. Membership is not realistic for long, long, long years. Why we do that? If we would like to help really Ukraine, why we use another instrument which could bring closer Knight Mako to Jerusalem, where he would like to go to? Like a strategic partnership, which could be immediate, short, consisting of the most important elements for Ukrainians, and to support them in that way. And not through membership, which looks like a nice gesture of politics, but in reality does not help the Ukrainians at all. So why the strategic partnership is not more reasonable answer to these challenges than this far away promising of membership, which we all know that will not happen for long, long, long years. So that's what I mean.
What was the first question, sorry? Okay, NATO bővítés. Az első tény az az, hogy nincs török-magyar megállapodás. Szoktam olvasni néha az önök írásaiban, hogy van egy megállapodás Törökország és Magyarország között, Svédország NATO csatlakozása. Nincs ilyen megállapodás. A két ország egymástól függetlenül hozhat döntést ebben az ügyben. A magyar parlament ehhez ragaszkodik is. Többször is elmondta, hogy ugyan a kormány tehet ígéreteket időpontokra, de az időpontot egyetlen tényező fogja meghatározni, ez pedig a magyar parlament. Amikor a magyar képviselők úgy látják, hogy eljött az ideje. Nincs nagy gusztusuk a döntéshez. Aminek az az oka, hogy amikor a finnek csatlakozását jóvá hagyta a magyar parlament, a rákövetkező napon Finnország kormánya beperelte Magyarországot az Unióba egy másik ügybe. Meg kell érteni a képviselőket is. Köszönöm szépen. BBC-t kérem ott a jobb oldalon, hátul. Nagyon szépen köszönöm. Angolul tennék két kérdés, szabad. So my first question, Prime Minister. The Russian President, Vladimir Putin, has said that he would like a demilitarized and neutral Ukraine. In the past days, you've made clear your differences with EU leaders on the issue of Ukraine. Could you tell us, please, your differences with President Putin, or indeed any similarities you have? That would be my first question on the issue of Ukraine as a buffer zone, as a demilitarized and neutral country. Thank you. Okay. May I answer in Hungarian, if you don't mind? Az ön kérdése az két lépéssel előrébb van, mint ahol én állok. Tehát én arra nem tudok válaszolni, és nem is akarok egyelőre, mert még nincsenek meg hozzá a feltételek, hogy milyen béke megállapodást kell kötni a háború után. Ő most erről beszél, és ide idézi az orosz elnököt, hogy ő miért szeretne. De ha valaki azt gondolja, hogy először meg lehet állapodni arról, hogy mi lesz a béketárgyalások eredménye, majd utána kezdünk béketárgyalásokat, az félreérti a politika természetét. A helyes sorrend a következő. Először tűzszünet kell. Mindenfajta háború utáni rendezéstől függetlenül. Azt kell mondani, hogy itt és most abba hagyjuk az öldöklést. És tűzszünet van. És adunk magunknak időt, hogy megbeszéljük, hogy milyen béketárgyalások lesznek, milyen formátumban, és mik lesznek annak a fő kérdései. Tehát egy tárgyalási keretet, negotiation frame, ahogy mondják ezt az ön nyelvén, ezt alakítsuk ki. De a tűzszünetet ettől függetlenül már be kellene vezetni holnap reggel. És Magyarország csak idáig megy el. Legyen tűzszünet minél hamarabb. És utána jöjjenek a tárgyalások. Itt Európát fenyegeti egy veszély. Hogyha Európa nem lép be, és nem kezd tárgyalásokat, akkor a végén az oroszok az amerikaiakkal fognak megegyezni Európa feje fölött. Ez a veszély folyamatosan fönnáll a II. Világháború óta. Hiszen Európát két oldalról foglalták el a II. Világháborúba, nyugati oldalról és orosz oldalról. És azóta egy véres valóság és élmény az európaiaknak, hogy Európa sorsáról nem az európaiak fognak dönteni, hanem két Európán kívüli nagyhatalom. Ezt a veszélyt a krími válságnál sikerült elhárítani. Az nagy bravúr volt szerintem, hogy akkor a francia elnöknek és a német kancellárnak az Európai Tanács, ahol én is ott voltam, adtunk mandátumot, hogy tárgyaljon az oroszokkal, és ebből létrejött a Minszki megállapodás, az amerikaiak nélkül. Most az a kérdés, hogy majd ha lesznek tárgyalások, még most arról nem beszélek, hogy milyen eredményekkel zárulhatnak, ami ki fog egyáltalán tárgyalni kivel? És ha az európaiak nem figyelnek oda, ki fognak maradni ebből a tárgyalásból? Tehát nekem ez az igazi megközelítésem. Tűzszünet, utána a tárgyalási keretek, és utána jön az, amiről ön beszél, hogy melyik harcoló fél, vagy a megszálló oroszok, vagy a védekező ukránok mit akarnak, és hogyan lehet a között valamilyen kompromisszumot létrehozni. Ez nagyon a végén van a sornak, ettől nagyon messze vagyunk. És ha a végéről, a sor végén álló kérdésről kezdünk spekulálni, az megakadályoz bennünket abban, hogy megtegyük az első lépést, ami a tűzszünet.
Ezért én nem akarok spekulálni, hanem a tűzszünetre szeretnék összpontosítani. Nem tudom, whether it's clear or fallible. Teljesen világos, csak úgy érzem, hogy nem válaszolt a kérdés, amennyivel. If you have a vision of Hungary, which you clearly do, you have a vision of Europe, which you clearly do, surely you have a vision, even before the end of the war in Ukraine, of whether you want a neutral country, a buffer zone on your eastern border, or whether you want a fellow NATO EU member on your eastern border. Okay. Tehát Magyarországnak nincsen víziója egy másik országra vonatkozóan. Magyarországnak magára nézve van egy víziója. Mi adja meg Magyarország biztonságát. Tehát mi Magyarországról összpontosítunk. És csak annyival terjeszkedünk túl ezen, a magyar államhatáron, egy gondolattal csak, hogy nekünk az fontos, hogy Oroszországnak ne legyen közös határa Magyarországgal. Ez nem Ukrajna miatt fontos, ez ukránoknak biztos fontos, de az ő szempontjuk. Nekünk azért fontos, mert magyarok vagyunk, és Magyarországnak az az érdeke, hogy Oroszország és Magyarország között mindig legyen valami. Valamilyen államakulat. Ez most Ukrajna volt az elmúlt időszakban. Ez nekünk jó volt, ezt mi nem változtattuk meg. Ennek a megváltoztatása nem magyar szándékok szerint történt. Tehát én csak annyit mondok, hogy saját magunkkal törődünk, és nekünk érdekünk, hogy Oroszország és Magyarország között egy rendezett, államilag rendezett terület létezzen. Minden máson majd a nagyfiúk megegyeznek. A magyar érdek az ennyi. And my second question then, as a champion of national sovereignty, not only for Hungary but for other nations, if the people of Ukraine want it, the sovereign will of the people of Ukraine is to join the European Union and NATO, why are you, as a small and sometimes difficult country, placing obstacles in the way of the sovereign will of the Ukrainian people? Thank you. Erre a kérdésre az a válasz, hogy természetesen a szuverenitás egy abszolút értéknek tekintjük. De olyan döntéshez nem járunk hozzá, amely Magyarországot belerántja egy háborúba. Nem akarunk egy szövetségi rendszerbe tartozni egy olyan országgal, amely jelen pillanatban véres háborúkat vív az ország a keleti határán. Mert akkor mi is belekerülünk a háborúba, ezt nem akarjuk. Nem az ukránokból indulunk ki, a magyar érdekekből indulunk ki. Magyarországnak nem érdeke, hogy bármely országa a szövetségben legyen, amely egyébként katonai nyílt háborút folytat a megtámadása okán valakivel. Ezt el kell kerülni. De ezt a NATO is mondja. Tehát ez nem egy önző magyar álláspont, ez a NATO közös állás. A NATO azt mondja, hogy a NATO nem lép fel Ukrajna érdekében. A NATO egyetlen lépés sem tett Ukrajna érdekében. A tagállamokat biztatja, hogy ki, amit tud, tegye meg, de ő, mint katonai szövetség, nem akar ebbe lépni, mert belekerül egy háborúba Oroszországgal. És az mindenkinek rossz lenne, hát a magyaroknak biztosan, a földrajzi adottságokán. Tehát ezért Magyarország nem akar egy olyan kötelezettséget vállalni, amikor egy nagy atomhatalommal valaki háborút vív, és nekünk jogi kötelezettségünk van arra, hogy mi is részt vegyünk ebbe a háborúba. Ukrajna NATO tagsága azt jelenteni, hogy holnap reggel nekünk kötelező a NATO szerződéséből következően Ukrajnába katonákat küldeni. Nem akarjuk. Breyer Péter. Breyer Péter, Breyer Press, Heti TV, valahogy másképp. A hétvégi EU csúcson szóba került az Izrael háborúja. Mit kellene tennie Európának megoldás érdekében, különös tekintettel a nem Izraelben élő zsidó közösségek védelmében, és vajon eljön-e ez folytatásra a kérdésnek, az a pillanat, amikor a 26 miniszterelnök úgy fog gondolkodni, mint ön, a zsidó államról, és tudja ez a 26 államfő vagy miniszterelnök, hogy Izrael után ők következnek, hisz a terror nem ismer határokat, illetve a zsidók után a keresztények. Hát, hogy a jó Isten mikor, kinek, milyen ütemben világosítja meg az elméjét, arra én nem tudok válaszolni. Azt tudom mondani, hogy ma az unión belül világosan különböző álláspontok vannak. Izraelre vonatkozóan és az Izraelt ért terrortámadásra vonatkozóan is. Ezek markánsan különböző vélemények. Ezeket önök meg is szokták írni, tehát én ezzel nem fedek fel egy titkot, vagy árulok el valamit a
nem nyilvános tanácsülésről. Ezt önök rendszeresen megírják, mert az államok vezetői erről nyilatkoznak. És Magyarország abba a csoportba tartozik, nem vagyunk sokan, amely azt mondja ennek a konkrét esetnek a kapcsán, hogy nekünk stratégiai érdekünk fűződik Izrael stabilitásához. Ezért az izraeli államnak joga van magát megvédeni, és joga van mindent megtenni azért, hogy még egyszer ilyen helyzetbe, terrortámadott helyzetbe ne kerüljön. És szerintünk ez az első szempont. Tehát ez a csoport, akik így gondolkodnak, ez néhány állam az unión belül, messze nem a többség. A többieknek nincs Izraellel kapcsolatos stratégiai látásuk, vagy stratégiai döntésünk. Én még egyszer megismétlem, hogy van abban a térségben egy-két ország, Izrael ezek között is kiemelt helyen áll, mert egy demokráciáról beszélünk, amelynek a stabilitása elementáris magyar biztonsági érdek, és szerintem európai biztonsági érdek is, de ezt a fölismerést még nem mindenki tette magáévá. És ezért Magyarország e szerint is jár el. Nagy viták voltak a tanácsülésen, időnként egy-egy szóró megfogalmazásról is komoly viták zajlottak. Érdekes módon a különbségek, a vita eredményeképpen nem nőttek, hanem csökkentek. Tehát nem reménytelen az, amit ön mond, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan összeurópai álláspont, amely Izrael stabilitását olyan stratégiai kérdésnek tekinti, mint Magyarország. A bizottság utalhat-e ki támogatást, ugye beszéltünk az előbb az ukránok támogatásáról, egy terrorszervezetnek, és meg sem nézik, utána nem néznek, hogy mire költötték azt a pénzt a közös pénzből. Itt két dolog van. Az első, hogy nyilvánvalóan regisztrált terrorszervezetnek pénzt küldeni az Európai Unió költségvetéséből az egy alávaló és főben járó vétek. Nem tudunk arról, hogy ilyen történt volna. Nézzük, hogy történt-e. Ki sem tudjuk zárni. Elég rejtélyesen történnek ezek a dolgok, de egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy ilyen történt volna. De a második dolog, amit meg kell néznünk a mostani terrortámadás miatt, hogy vajon a nem terrorszervezeteknek küldött pénz, amit humanitárius, oktatási, vagy a jó ég tudja, milyen támogatásként utaltunk ki, abból végül is nem került-e áttéteken keresztül pénz terrorszervezetekhez. És ha került, akkor azokat a támogatási formákat mind felül kell vizsgálni. Utolsó kérdés, miniszterelnök úr, a szlovák és a lengyel választások után mit gondol a V4-es szövetségről? Most vannak-e olyan közös érdekek, amelyek mentén tovább lehetne bővíteni az együttműködést? Esetleg elképzelhető, hogy olyan országok csatlakozzanak, akik nem is az Európai Uniónak a tagjai, de úgy gondolkodnak, mint alapjába eredetileg a V4-ek. Ha van egy percem, akkor elmondanám, hogy szerintem a V4 miért egy nagyobb jelentőségű ügy annál, mint aminek látszik. Mert ugye mi a V4-hez kapcsolódó vitákat látjuk. Mert a napi sajtónak ez a természete. De ha hátrább lépünk egyet, és meg fogjuk megérteni, hogy mire való a V4, akkor látunk egy stratégiai képet kibontakozni a szemünk előtt. Ugye a V4 azon országokat próbálja összefogni, akik a németek meg az oroszok között vannak. Tehát a V4 egy kísérlet arra, hogy megpróbáljuk megvalósítani a történelemben különböző módon és sokszor megfogalmazódott közép-európai együttműködést. És azzal a céllal akartuk ezt megvalósítani, hogy Európában ne egy francia-német tengely döntsön minden fontos ügyben, hanem miután mi közép-európaiak, a nagyokhoz képest kisebbek vagyunk, társuljunk össze, álljunk össze, hozzunk létre stratégiai kérdésekben szövetséget, és legyünk akkorák, mint a franciák vagy a németek. Ha V4-et megnézzük, népességben, területben, nemzeti össztermék tekintetében, most már azt mondom, katonai erőben is, Franciaországhoz és Németországhoz vagyunk mérhetőek. És a terv az volt, hogy ez a közép-európai együttműködéssel elismertessük azt, hogy közép-európának súlya, jelentősége és hangja legyen, és fogadják el a németek meg a franciák, hogy nem ketten, hanem Közép-Európával kiegészülve három nagy erőcsoportban kell mérlegelni az európai kérdéseket. Ez volt a terv. Most az igazság, hogy azokon kívül, akik benne voltak, másnak ez nem volt érdeke. És részben belső nehézségek, részben külső nyomás miatt ez a dolog szétesett. Most azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk újra összerakni. Van reményünk arra, hogy most a cseh elnökség alatt még a februári hónap során lesz végre
V4-ek miniszterelnöki szintű találkozó, ahol ezeket a stratégiai kérdéseket újra megfontolhatjuk, és megnézhetjük, hogy a megváltozott körülmények közepette van-e még realitása ennek a közép-európai stratégiának. Ez magyarázza a V4-ek szomorú helyzetét, amiben most vagyunk. Köszönöm az épít, kérem szépen, Justin, itt középen. Köszönöm szépen, Justin Spike vagyok az építő. A miniszterelnök úr, a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Voltak az elmúlt időben kicsit ellentmondásos üzenetek a kormány részéről, azzal kapcsolatban, hogy miként tud, vagy miként fog érinteni a médiát. Volt, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem. Volt, aki azt mondta, hogy... vagy aki említette például ön is a múlt pénteki rádióinterjújában, azt mondta, említette a médiát, mint tényező ezekben a külföldi a befolyás kísérletekben. Ön hogy látja, milyen helyzet elképzelhető, amiben a média, vagy a médiát lehet elítélni, vagy bírálni ezzel vagy ez alatt az új törvény alatt? Ez egy komoly kérdés, nem akarom elütni egy tréfával, de talán vannak itt, akik nem ismerik azt a Freud korszakából származó képes beszédet, ami arról szól, hogy az egy hölgy az álmában menekül egy őt üldöző szörny elől, és a szörny őt utoléri, és a hölgy megfordul, és azt mondja, mit akar maga tőlem, mire a szörny azt mondja, én, hát maga álmodik engem. Ebben a helyzetben vagyunk. Tehát nem történt még semmi. Valami fajta félelmekről beszélünk. Én ezekről nem akarok beszélni, mert nekem egy másik megközelítésem van. Én nem a magam által gerjesztett félelmek világában élek, hanem a tényekből próbálok kiindulni. Mi történt? Tehát Magyarországon az történt, hogy a legutóbbi parlamenti választásokon egyébként az érintett, mellékesen baloldali szereplők által is bevallott módon a választás befolyásoló céllal jelentős, több százmillió dolláros pénz jelent meg. Innen kell kiindulni. Ez nem a médiáról szól, hanem erről a problémáról. És mi azt gondoltuk, hogy a magyar jogrendszer ezzel szemben megvédi Magyarországot, hogy külföldi behatás nem lehet. És kiderült, hogy vannak olyan kiskapuk, amelyeken keresztül ez mégis megoldható. És most azon dolgoztunk, erről szól a szuverenitásvédelmi törvény, hogy bezárjuk ezeket a kiskapukat. Most van, aki szerint ez sikerült ezzel a törvényszöveggel, van, aki szerint nem, van, aki szerint ezzel több kárt okozunk, mint amennyi hasznot hajtunk, én ennek az ellenkezőjét gondolom, de én sem mondom ezt, én sem merem most önnek azt mondani, hogy ez hibátlanul, légmentesen és tökéletesen fog működni. Hát ezt majd meglátjuk. Most létrehoztunk egy szabályozást, amit megpróbálunk érvényesíteni. Nem találtunk jobb gondolatot, mint az, amiből most törvényt csináltunk. Ettől reméljük, hogy ezeket a kiskapukat be lehet zárni. Eltelik majd néhány hónap, látni fogjuk, hogy hogyan működik. Talán még önökkel is megvitatjuk, hogyha vannak közös tapasztalatok. És ha hozzá kell nyúlni, akkor majd hozzányúlunk. Csak el kell indulni, mert azt nem várhatja tőlünk senki. A választók pont az ellenkezőjét várják, hogy álljunk, mint ahogy szokott, és akkor a öltbejtett kézzel nézzünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, ilyen megtörténik, ide küldenek pár százmillió dollárt, hát nincs mit tenni. Ezt nem várhatja senki. Valamit csinálni kell. Ez lehetetlen. Most miből tudunk kiindulni? Ugye mi antikommunista harcosok vagyunk, innen indultunk ki, mikor megoldást keresünk. Tehát mondan indultunk, hogy hogyan kellett harcolni a kommunisták ellen. Mert azt gondoljuk, hogy a nagy erővel szemben, ami most külföldön van, ugyanolyan módszerekkel kell harcolni. Amikor a Fidesz megalapítottuk, akkor az volt a gondolatunk, hogy a nyilvánossággal meg a transzparenciával kell harcolni. Föl kell fedni, hogy mi az igazság. Azt be kell mutatni az embereknek, és akkor meg fogjuk dönteni a kommunista rendszert. Mellékesen még a szovjeteket is haza lehet innen valahogy vezényelni. Tehát én most is azt mondom, van itt egy nagy erő, külföldről jön, messze ágazó összefüggései vannak, rengeteg pénz, befolyást akarnak gyakorolni Magyarországra. Mi a védekezés egyetlen lehetősége? Nyilvánosság és transzparencia. Ezt szolgálja ez a törvény. Reméljük jól, meglátjuk. Adjunk neki esélyt és adjunk időt. Köszönöm szépen, és visszatérnénk egy kicsit a migrációra. Az elmúlt pár hónapban a kicsit szokatlan dolgok történtek a szlovák-magyar határon. A szlovákok lezárták a határt, és nem csak a szlovákok, hanem
a németek, a lengyelek azért, mert a több ezren a bevándorlók elkezdtek bemenni Szlovákiába, Magyarországról. Ez hogy fordulhatott elő, amikor van azért a határzár a déli határon? Mi történt a határzára? Volt egy időszak, amikor nem működött tökéletesen, és hogy lehet az, hogy sajtó értesülések szerint én is magam voltam a határon, azt mondják, hogy, hogy gyakorlatilag megszűnt ez a jelenség a szlovák-magyar határon. Mi volt abban az időszakban, mi történt a kerítéssel, hogyan jutottak odáig a határhoz? Miért erre válaszolnék, az előző mondataimnak egy korrekciát el kell végeznem, hogy nem maradjak itt tévedésben vagy butaságban. Tehát amikor azt mondtam, hogy több százmilliós összeg érkezett Magyarországra, akkor az nem dollárban értendő, több százmillió forint érkezett, több millió dollár, csak hogy nevezessem önöket félre. Visszatérve a migrációra. Ugye nekünk van egy határvédelmi rendszerünk. Ennek az állapota és a teljesítménye konstans. Tehát ez állandó. Olyan, amilyen. Mi szeretnénk, ha 100%-os lenne. De az igazság az, hogy néha sikerül áttörni rajta a migránsoknak. És akkor őket nekünk rendőri eszközökkel el kell fognunk, és vissza kell vinnünk. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ugye. A hadsereget már nem tudtuk ott tartani a határon, mert közben kitört az ukrán háború, és a hadseregnek annak gyakorlatoznia kell. A határvédelem az nem gyakorlatozás, az valami egész más. Most kötelékekben kell fölkészíteni a magyar hadsereget egy katonai konfliktus lehetőségére is. Tehát onnan le kellett vezényelnünk a katonákat. Maradtak a rendőrök, de a rendőröket meg el kellett vezényelni vidékről, ami meg a közbiztonság romlásának a kockázatát hozta magával. Tehát meg kellett indítani a határvédelemre való toborzást. A tervek szerint 4-5 ezer embert kellett volna fölvennünk, és kb. 2 ezret sikerült. Tehát sajnos ez az ár, ez nem zár légmentesen. Ráadásul kb. 2 milliárd euró, tehát most jól fogalmazok, olyan 700 és 800 milliárd forint közötti összeg az, amit eddig elköltöttünk, tehát eszi a pénzt. Brüsszelből semmit nem kapunk, 1%-nál kevesebb az az összeg, amit eddig határvédelmi segítségként megkaptunk. Most ebben a helyzetben vagyunk. Úgyhogy közben a migránsok egyre vadabbak és radikálisabbak, és már lőnek ránk a határvédelmet biztosító embereinkre. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Helytállunk, próbálunk helytállni. A katonáink, illetve a rendőreink és a határőreink csak a legelismerőbb szavakat kaphatják. Mindent megtesznek. De néha átjutnak. És akkor meg fogjuk őket elfogni. De azt nem fogadom el, hogy e tekintetben, a határvédelem minősége tekintetében bármilyen ingadozás történt volna az elmúlt időszakban. Ez pont úgy teljesített februárban, mint most. És azt ezt az ön szavaiban nem volt benne, úgyhogy ne vegye személyesnek, azt a időnként olvasható sanda föltételezést, hogy politikai okokból mi ezt ennek az árnak a szövését időnként ritkábbá, máskor pedig sűrűbbé tennénk, ez nem felel meg a valóságnak. Annyit nyújtunk, amit tudunk. Van egy másik problémánk, de erről hosszan most nem szeretnék beszélni, hogy ez a határzár, ez ma csak Szerbia irányában zár. Új fejlemény, hogy a horvátok beléptek az Unióba. Bocsánat, beléptek a Schengeni övezetbe. Elbontották a határkerítést. Ők. Mi tartjuk még, de most ott már más minőségű ellenőrzés van. Másfelől nagy vitáink voltak, de abban azt döntöttük, miután mi támogatjuk Románia Schengeni tagságát, hogy nem építünk határkerítést a román-magyar határa. És sajnos a szerb-magyar határkerítés abból az irányból kikerülhető. De erről nem akarok beszélni, mert nem az a feladatom, hogy másokat bíráljak, ellenkezőleg én segíteni akarom Romániát abban, hogy minél hamarabb csatlakozzon a Schengeni övezethez, és akkor nem a magyar-román határt kelljen védeni, hanem Románia déli határát kelljen védeni. Tehát szerintem ezekből a jelenségekből áll össze az, amiről ön beszél, hogy időnként meglódul, időnként visszaesik a illegális határátlépőknek a száma. Ez nem a védekezés minősége miatt van, hanem hogy alulról nyomják őket, hogy az embercsempészek egy-egy hullámot megindítanak, akkor többen jönnek, utána nyugalmi szakasz van. De én azt szeretném kérni, hogy mindenkit, hogy méltányolják azt a fantasztikus erőfeszítést, amit ott emberek ezrei, rendőrök és határőrök ezrei minden nap a munkájukkal bemutatnak, annak érdekében, hogy megvédjék Magyarországon túl Szlovákiát is, meg persze egész Európát. Tehát ha beszélni akarunk erről a kérdésről, akkor az alaphangütés, én azt kérem, az legyen az erőfeszítés elismerésének a hangja. És csak utána beszélünk arról, hogy ez nem tökéletes. Köszönöm, az Indexet kérem következőnek. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Holló Bettina vagyok az Indextől. Az első kérdésem az lenne, hogy eredetileg már ugye az ősszel parlament elé került volna a gyermekvédelmi törvénynek a szigorítása. Mi az oka annak, hogy ez végül nem történt meg? Kész van-e a tervezet? Mikor kerülhet parlament elé, és milyen módosításokban gondolkodnak? A teherbíró képességünk korlátai tűnnek itt föl. Nem tudunk egyszerre két csatát megvívni, szuverenitásvédelmet is, meg gyermekvédelmet is. Először az egyiket, aztán a másikat. Jönni fog az is. És a kérdésem második felére, hogy vannak-e már pontos elképzelések, hogy mégis milyen módosítások jöhetnek, és ezek ténylegesen mikor kerülhetnek parlament elé? A gyermekvédelemről szóló népszavazás óta dolgozik munkacsoport a Fideszben, illetve a parlamenti képviselőcsoportunkban. Ők a javaslataikat elkészítették. Politikai döntés volt, hogy mit veszünk előre, és mit hagyunk későbbre. És már a következő parlamenti ülésszakban döntés születhet erről, hogy látja, hol tart ez a munka? Éljük túl az előzőt, és ha még életben vagyunk, akkor fussunk neki a másodiknak. A demográfiai csúcson beszélt arról, hogy a három gyermekes édesanyákra is kiterjesztenék az SZIA mentességet. Azóta még ugye nem jelent meg az az intézkedés. Ezt mikor tervezik bevezetni, és milyen feltételekkel? Hát elszánt harcot folytatok ebben az ügyben. A pénzügyi valóság és az azt képviselő pénzügyminiszterrel szemben nem tudtuk az idén. Tehát a pénzügyminiszter nagyon világosan beszélt, a pénz annyi van, amennyi. Egy forintot egyszer lehet elkölteni. Olyan nincs, hogy megindítunk egy csópusztot is egyszerre, még a babavárót is kitágítjuk, meg még megindítunk egy újabb családtámogatási formát. Azt mondta, hogy sorrendezzünk. És akkor a csópuszt vettük előre, mert a csók az kiesett, tehát úgy gondoltuk, hogy az a fontosabb. De én nem szeretném úgy bezárni ezt a ciklust, hogy a három gyerekes anyák SZIA mentességét a magyar parlament nem iktatta törvénybe, ez föltett szándékom. És már akár a jövő évben sor kerülhet erre? Szívós a pénzügyminiszter kétségkívül. Mekkora béremelésre számíthatnak a tanárok jövő évtől? Az újonnan lehívható uniós források lehetőséget adnak-e arra, hogy ez a mértékező több legyen, mint a már az említett 10%? Igyekszem nem elhibázni a számokat, tehát miért a számokról beszélnék, egy jogi aktus még hiányzik, tehát nekünk kell kapnunk Brüsszelbe egy levelet, amely fölhatalmaz bennünket arra, hogy az emelést megtegyük, ez fölhatalmaz, amely biztosít bennünket arra, hogy a béremelés bizonyos százalékát Brüsszel ki fogja fizetni. Ez bármelyik pillanatban megérkezhet ez a levél. Mi elkészítettük azt a tervünket, hogy ha a levél megjön, akkor mit fogunk tenni. Az a tervünk, hogy megindítunk egy 3 éves bérfejlesztési programot. Amiket számokat majd most mondok, azok átlagban értendők. Tehát pedagógusok átlag jövedelmét illetően. De ott lesz természetesen teljesítményfüggő földrajzi elhelyezkedés, tehát belső különbségtétel lehet, de összességében a számok, amiket mondani fogok, az átlag jövedelmet illetően, azok stimmelnek. Tehát 3 lépésre, 3 fejezetre bontjuk a béremelési programot 2024. január 1, 2025. január 1, 2026. január 1. És 2024. január 1-től, ami azt jelenti, hogy a februári fizetésekben látható módon 32,2%-os béremelést akarunk végrehajtani. Ennél kisebb mértékű, de jelentőset 25-ben és aztán 26-ban. Most azt is meg kéne mondanom, hogy hol lesz a béremelési program végén a pedagógusok átlag fizetése, valóan 8000 forint magasságában. Az átlag. Pontosan mivel bízta meg Lázár Jánost a kilátásba helyezett felhőkarcoló ügyében, és miért tartja fontosnak, ha fontosnak tartja, hogy Maxi Dubájnak hívjuk ezt a projektet, és ne pedig Mini Dubájnak? Nem vagyok keresztapa. Meghagyom ezt másnak. Én csak általában azt szeretném mondani, hogy ha magyarok csinálnak valamit, akkor ne kezdődjön úgy, hogy mini. Tehát szerintem kinőttünk, mert vannak ezek a kismagyarok, tudja, rá akarnak beszélni bennünket, hogy kismagyarország, kismagyarok. Tehát ezt ne engedjük, hanem ha már csinálunk valamit, az méretre is, meg persze az észszerűség határán belül, meg minőségre is, az maximális legyen. Tehát ezért a nemzeti minimum kifejezése szeretem. Az micsoda marhaság már elnézést, tehát nemzeti maximumra kell törekedni, nem minimumra. Tehát ez egy attitűd, vagy hajlam, vagy életösztön kérdés. Úgyhogy inkább itt erről van szó, nem pedig egy konkrét beruházásról. Most ami a konkrét beruházást illeti, ott az történt, hogy megkeresett bennünket egy külföldi állam, amelyik azt mondta, hogy szeretne velünk kötni egy szerződést,
arról, hogy ennek az államnak az általuk megjelölt cége egy nagy ingatlan fejlesztést hozzon létre Magyarországon, egy olyan helyen, amely ma hát inkább a szégyen kategóriába tartozik, ha elsétálnak oda, akkor láthatják. Ők úgy látják, hogy ezt Magyarország nem használja, nekik van pénzük, van tapasztalatuk, és szeretnének egy nagy ingatlan fejlesztést létrehajt. Arra jelöltem ki Lázár János miniszterelnököt, hogy tisztázza ezt a kérdést. Ez egy több lépésből álló folyamat, ha egyáltalán lesz belőle valami, először kell kötni egy államközi megállapodást azzal az országgal, amelyik ezt a beruházást szeretné a cégén megvalósítani. Ha megvan a szerződés, van rá fölhatalmazás, az még nem a szerződés tartalmáról szól, csak egy fölhatalmazó szerződés, akkor utána elő lehet készíteni, hogy ott mi történjen. El lehet dönteni, amit akarnak csinálni, azt mi magyarok akarjuk-e. Ha mi magyarok akarjuk, akkor akarják-e a budapestiek, tehát a magyaroknak egy szűkebb csoportja. Meg akarják-e a környék, és ezeket mind tisztáztuk, akkor lehet belőle valami. Most egyelőre itt tartunk még. Nem vagyunk messze attól, hogy egy kormányközi szerződést tudjunk kötni, egy nemzetközi szerződést tudjunk kötni a jelentkezővel, ami még nem arról szól, hogy mi fog ott történni, hanem arról, hogy egyáltalán lehet tárgyalni arról, hogy ott történjen valami. Most itt tartunk. Ezt a Dubajt meg inkább felejtsük el, bár hát nem tudom, a fiatalabb nemzedéknek ez mit hoz a fülébe. Lehet, hogy valaki szereti ezt. Jobb lenne, ha valami szerencsésebb nevet választanánk. Mondjuk itt az a romantikus rákos rendező. Még sajnos az Indexnek sem engedhetem meg, hogy az összes kérdés feltegyen. Mandiner következik. Köszönöm, ha már Kacsó Dániel Mandiner, ha már kormányközi tárgyalások a Ferihegyi repülőtérrel, annak magyar megvételével kapcsolatban, hogy állnak az egyezkedések? Hány szereplős most a történet egyáltalán? Itt is induljunk ki abból, hogy mit is akarunk valójában. És egy másik alkalommal azokat a jeremiádákat elő lehet adni, hogy hogy jutottunk ide. Most már mindegy vagyunk, ahol vagyunk. A lényeg az, hogy egy óriási verseny zajlik a világban és Európában is a turizmusért, a konferenciaturizmusért, a szakmai konferenciákért, a nemzetközi szervezetekért. Ez egy jelentős gazdasági ereje az európai gazdaságnak. És mindenki ebben részesedni akar, benne akar lenni ebben az üzletben. És ebben kulcskérdés a légi közlekedés. És Magyarország az elmúlt években nagy hátrányt szenvedett el. Gondolom, önök is jártak ma az isztambuli reptéren, látták, hogy mi a helyzet. 20-30 éve ezelőtt Bécs olyan volt, mint Magyarország, azok elléptek mellettünk, és elmennek Lengyelországból, látják a lengyeleket, akik óriási repülőtérépítésben vannak. Nagy verseny van. És azt látjuk, hogy Magyarország nemcsak, hogy nem tudja tartani a lépést ebben a versenyben, be se nevezett ebbe a versenybe. És úgy látjuk, hogy ha az állam itt nem vesz részt ebben a dologban, akkor nem is történik ez meg. Mert azon a színvonalon is el lehet működtetni a magyar repteret, ahogy most működik. De hogy ebből nem lesz csúcs döntés, az, vagy csúcs kísérlet, az biztos. Tehát ha lépést akarunk tartani, a magyar GDP-nek, a magyar nemzeti összterméknek 10-11,5%-át a turizmus adja. Tehát ide kell tudni jönni az embereknek. Nagy része a turizmusnak az külföldi turistát jelent. Budapest egy fantasztikus hely, óriási mágnes, nagy vonzerő. És ma nem megközelíthető. Tehát nekünk mindenképpen fejlesztésre, fejlődésre, erősödésre van szükségünk. A mostani keretektől ezt nem várhattuk. Ezért kellett lépni. És ezért kellett megállapodni a tulajdonossal, hogy ezt ott csináljuk másképpen. A kormány nem akarja azt állítani magáról helyesen, hogy tudna repülőteret működtetni. Habár még nem próbáltuk, ezért ki sem zárhatjuk, de nincs bizonyítékunk arra, hogy a kormány tud repülőteret működtetni. Ezért nekünk kell egy olyan partner, aki tulajdonos, és biztosan tud repülőteret működtetni. Ezt a partnert megtaláltuk, ez egy francia partner. Ő is fogja működtetni. És ha még be tud hozni más befektetőket, annak örülünk. De a lényeg, hogy a kormány megmarad a saját kaptafájánál, viszont mindenképpen el akar érni, hogy a magyar reptér úgy fejlődjön, hogy a magyar turizmusnak a potenciáját ki tudjuk használni. Mindannyiunk, tehát teljes magyar nemzetgazdaság javára. És a tranzakcióra mikor kerülhet sor? Hát a végén vagyunk már, tehát ha jól értem, akkor már bármelyik nap történhet bejelentés. Ugye nem olyan egyszerű egy ilyen céget átvenni, mert mögötte hitelek, bankok, nem sok minden van, és ezeket egyenként végig kell tárgyalni. Tehát a szándék megszületésétől, sőt a szándék egybeesés megszületésétől még hosszú időt igénylő technikai pénzügyi folyamatoknak meg kell történni. Most már ebben a szakaszban vagyunk, tehát ezt én egy befejezett ügynek gondolom. Nem dacára annak, hogy
úgy beszélünk róla, mintha nyitott lenne. Szerintem egy befejezett ügy, csak technikai részletkérdéseket kell lezárni. Miniszterelnök úr utalt egy amerikai bírósági döntés, ami Donald Trump kampányát érinti, illetőleg az előválasztásban való kolorádói részvételét. Mi a gond innen Magyarországról nézve azzal, hogy egy független amerikai bírósághoz egy döntést? Ráadásul sokan még örülnek is, akik Trump ellen szurkolnak, hogy ez megszületett, és azok is, akik neki. Nem tudunk beleszólni abba, hogy az Egyesült Államokban milyen igazságügyi rendszer működik, kik a bírók és hogyan hoznak döntéseket. Ez nem ránk tartozik, hanem az amerikai népre. Egy tiszteletteljes kérésünk van. Sürgősen hagyják abba a kioktatásunkat. Világos, utolsó kérdés. Ha jól értjük, Zelenszkij elnök úr ismét tett egy meghívási ajánlatot a magyar miniszterelnök felé, diplomáciai egyeztetéseket szorgalmaz az uniós csúcs után. Találkoznak-e, terveze hasonlót, kapott egyáltalán hivatalos meghívót? Hát egymás mellé sodort bennünket a szél az argentin elnök beiktatásán, ahol váltottunk szót egymásra, és én elfogadtam az ő fölkérését. Tehát ő azt kérte, hogy tárgyaljunk, és én mondtam, hogy állok a rendelkezésére. Egyetlen kérdést tisztázunk, hogy miről. Akkor ez még nem történt meg. De mondta, hogy kétoldalú kapcsolatokról, mondtam, hogy kétoldalú kapcsolatok ügyében is állok rendelkezésére, a két külügyminiszter készítse elő a tárgyalást, és akkor az meg fog történni. Utána azt mondta, hogy szeretne tárgyalni az Európai Uniós tagságukról is, amire azt a választottam, hogy először rendezzék le az európai miniszterelnökök egymás között, hogy mit akarnak, és majd utána van értelme tárgyalni Ukrajnával. Most még az első fázisban vagyunk. Köszönöm szépen. Magyarán nyugodtan mondhatjuk, hogy ő tárgyalási ajánlatot tett, amit én elfogadtam. Köszönöm, ATV. Köszönöm szépen, Csua Ildikó vagyok az ATV-től. Döntötte a kormány a keddi ülésén arról, hogy a 14 évnél fiatalabbak és a közalkalmazottak is ingyen utazhatnak majd a tömegközlekedésen? Nem döntött, de az előbb elfelejtettem említeni, hogy amikor pedagógusokról beszélünk, akkor az óvónőket is bele kell érteni a béremelési programba. Rendben, tehát nem született. Arról viszont döntöttünk, hogy őket bele kell érteni. Igen. Erről viszont nem döntöttünk. Tehát ilyen döntés nem született. Rendben. A kormány 2024-ben felülvizsgálja-e az átlag fölötti gázfogyasztás árának a mértékét? Tervezik-e ezt csökkenteni, hiszen a világpiaci ár nagyon alacsony, és azt mondják a hozzáértők, hogy már a gáztározókban is az olcsóbb gázból van több? Folyamatosan figyeljük, hogy mi történik a gázpiacon. Ugye a magyar rendszer az úgy nézett ki, hogy a gázt és az áramot egyen áron kapta mindenki, ez volt a rezsivédelmi rendszer lényege. Az árak megugrottak, ez a költségvetést kiukasztotta, és ezért azt a döntést kellett hozni, hogy különböző szabály lesz az átlag alatt fogyasztókra, meg az átlag fölött fogyasztókra. A jó hír, hogy gáz esetében a szabályozás szerinti átlag alatti fogyasztók aránya az összes fogyasztó 90%-a, villamos áram esetében pedig 45, de lehet, hogy 50% erő van egy vita. Bocsánat, 75, de lehet, hogy 80% erő van egy vita. Tehát a magyar családok nagy része ebben a szabályozásban továbbra is védett sávban maradt. Amiről ön beszél az, hogy van, aki ennél többet fogyaszt, és ott milyen árképzést használunk. Ott azt kell tudni, hogy aki az átlag fölött többet fizet, átlag alatt ő is kevesebbet fizet. Tehát nem arról van szó, hogy aki kevesebbet fogyaszt, benn van a védett rendszerbe, aki többet, az meg nincs benne, hanem mindenki benne van a rendszerbe az átlag fogyasztás szintjéig. Ezért ma, aki az átlag fölötti fogyasztásért többet fizet, összességében, mind a két sávot összeadja, akkor kedvezményes áron kapja a gázt. Értem, de mikor vizsgálják felül? Hozzátenni, hogy lehetővé tettük a kilépést. Tehát aki úgy gondolja, hogy a piaci ár jobb, az megtehető, hogy kilép a rendszerből, semmilyen kedvezményt nem vesz igénybe, és akkor piaci áron kapja a gázt. Köszönöm a kiegészítést, de mikor vizsgálja felül a kormány, hogy csökkenti az átlagfogyasztás feletti rész gázárát? Az úgy történik, hogy, és ezért kellett egy önálló minisztériumot felállítani, tehát régóta ismerjük egymást, tudhatja, hogy nekem nem
nem szeretem, hogyha sok a bürokrata, meg sok a minisztérium, tehát az a jó, ha minél kevesebb van abból, de kénytelenek voltunk önálló minisztériumot felállítani, aminek az az oka, hogy olyan gyorsan változik a piac, és olyan gyorsan változnak az árak, hogy ezt folyamatosan követni kell. Tehát nekünk nincs időponthoz kötött árfelülvizsgálatunk, a kormány az folyamatosan követi a miniszterén és a minisztériumon keresztül, hogy mi történik. Egyébként is a döntések nagy része nem is nálunk születik, az energiahivatal egy kormánytól független önálló hatáskörű állami szerv, ami ezt önállóan dönti, az ő dolguk. Mi csak annyit teszünk, hogy folyamatosan nyomon követjük, hogy mi történik, és kell nekünk jelzést adni a hivatal felé, hogy intézkedés vagy beavatkozás szükséges. Tehát egy jó munkamegosztásban vagyunk. Tavasszal lesz ilyen felülvizsgálat? Hát, hogy mikor kell döntést hozni, hogy a folyamatos felülvizsgálat miatt bele kell avatkozni az árstruktúrába, erre nem tudok önnek válaszolni. Az biztos, amit Gulyás miniszter úr mondott, ma senki nem járhat rosszul. Mert aki rosszul jár a mostani támogatotti rendszeren belül, az fogja magát és kilép a rendszerből. És akkor a piacon van. Tehát a piaci viszonyokhoz képest senki sem jár rosszul, mindenki jól jár. Aki rosszul jár, az fogja magát és kilép a piaci rendszerbe. Ezért mi úgy érezzük, hogy mindenkinek kedvezményt adunk, egy lehetőséget adunk, egy védettséget nyújtunk. Köszönöm. Lázár János, az ön minisztere nagyon durván megtámadta a Sándor Palotát. Azt mondta, hogy gyávaság, illetve kommunista reflex lehet a mögött, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony alkotmánybírósági normakontrollra küldte a kastélytörvényt, azaz nem jegyezte ellen. Ön ezt hogy kommentálja, miniszterelnök úr, ezt a rendkívül szokatlanul durva minősítését a köztársasági elnök asszonynak? Hát úgy fogalmaznék, hogy a kormány a köztársasági elnöknek személyétől függetlenül, miután nemzetegységét fejezi ki a köztársasági elnök, mindig megadja a tisztességet és a tiszteletet összességében. És a miniszterek tehetnek jogukban el ilyen kemény kijelentéseket tenni, amiket még az ellenzéktől sem hallunk? Én csak azt akarom mondani, hogy összességében a magyar kormány viselkedése a köztársasági elnök azt mondja, hogy az tiszteletteljes, és az is marad. Köszönöm. Főpolgármester jelölés. Tavasszal jelölnek főpolgármestert? Miniszterelnök úr? Lehet már tudni, hogy melyik hónapban, vagy mikor? A kormány nem jelöl először is. A Fidesz. Semmilyen pozícióra senki. Mint a Fidesz elnökét kérdezem. Igen, tehát a Fidesz elnökeként azt tudom mondani, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen az a döntés született, hogy legkésőbb márciusig fogjuk megnevezni a főpolgármester jelöltünket. Kötelezőnek érezzük, örömmel is teszünk eleget ennek a kötelességnek. A legnagyobb politikai erő Budapesten az a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppártnak a közössége. Lehet, hogy az 50%-ot nem érjük el, bár küzdeni fogunk, hogy elérjük, de ettől még ez a legnagyobb közösség, és ezt a közösséget mi képviselni fogjuk elszántan a választás során, tehát lesz értelemszerűen főpolgármester jelöltünk is. Az a véletlen műve volt, hogy Ferenc Orsolya a Fidesz kongresszuson miniszterelnök úr mellett ült, onnan lépett a pódiumra, vagy igazak a hírek? És ő is az esélyes jelöltek között van, illetve voltak olyan hírek is, hogy korábban Vitézi Dávid neve is a lehetséges jelöltjeik listáján volt, bár ugye tudjuk, hogy őt az LMP már igyekszik felkérni főpolgármester jelöltnek, vagy megnyerni. Hát mindannyian ebben a városban élünk, ez egy kávéházi város. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy a Fidesz elnöksége azt döntötte, hogy legkésőbb márciusig megnevezzük a főpolgármester jelöltünket. Ami ezen túl van, az mind budapesti kávéházi legenda. Köszönöm, Ildikó, az RTL következik. Köszönöm. Hát a mögé adja, legyen szíves adani. Köszönöm szépen, Kéri Barna vagyok az RTL-től. Miniszterelnök úr, az előzőekben többször is szó esett az orosz-ukrán háborúról, amikor ön találkozott Putyin elnökkel, akkor mondta neki azt konkrétan, hogy fejezze be ezt a, ahogy ott ön Pekingben fogalmazott, katonai műveletet, hogy ne lőjenek többet, mert akkor nem lesz több áldozat. Azt a kérdést tettem föl, hogy készen áll-e tárgyalásokra a tűzszünet érdekében. Mert én így szoktam beszélni, nem úgy, ahogy ön fogalmaz. Különösen az orosz elnökkel, ami egy népnek a vezetője. Tehát a megfelelő formában ezt a kérdést föltettem. Ott miért nevezte katonai műveletnek egyébként ezt a háborút, amit itt most háborúnak nevezett többször? Mert ez egy katonai művelet. Amennyiben? Amennyiben nincs hadüzenet a két ország között. Ha amikor az oroszok majd hadat fognak üzenni Ukrajnának, na az háború lesz. Most miután politikai tartalmat tulajdonítunk a katonai művelet meg a háború kifejezésnek, ezért vegyesen használjuk, de szigorúan vett értelemben addig örüljünk, amíg nincs háború.
Mert a háborúban akkor mozgósítás van, és általános. És azt nem kívánom senkinek. Tehát akkor továbbra is így fogja nevezni, hogy katonai műveletnek. Hol háborúnak, hol katonai műveletnek, ahogyan a tisztelt vendég kívánja. Köszönöm. Egy évvel ezelőtt is feltettem a kérdést, és a friss adatok alapján most is felteszem. Az Eurostat szerint az egyfőre jutó fogyasztás alapján Magyarország Bulgária után a sorban a második. Ez az elmúlt 13 év gazdaságpolitikájára milyen fényt vett? Zárójel, hogy egyfőre jutó GDP alapján, ha egy paraszthajszállal is, de Románia is megelőzi Magyarországot. Szóval sikeres-e az elmúlt 13 évben folytatott gazdaságpolitika ön szerint? Ez ügyben nincsen kétség, mert nincs ma Magyarországon szerintem olyan ember, aki azt mondaná, hogy a magyar gazdaságban nincs nyilvánvalóan jobb állapotban, mint 2010-ben volt. Szerintem ilyen szélelvélelt ember ebben az országban nincs. Én legalábbis nem tudok. Az, hogy mennyivel jobb, meg lehetett volna, ezt még hagyján. Na, de az, hogy ez egy másik ország, más perspektívákkal, más stabilitással, más tőkeerővel, más fizetésekkel, más alkalmazotti munkavállalói létszámmal és arányokkal, ez nem kérdés szerintem. Tehát szerintem az egy ostoba vita lenne arról vitatkozni, hogy vajon a magyar gazdaság az jobb állapotban van-e, mint 2010-ben, amikor a Gyurcsány-Bajnai féle szocializmusból átléptünk ebbe a polgári-gazdasági korszakba. Szerintem ez nem értelmes vita. Ami az adatokat illeti, ott pedig óvatosságot javasolnék. Miután ugye nem azonos pénznemben vagyunk, ezért nem mindegy, hogy miben számolunk. A fogyasztás az életnek csak egyik része, a megtakarítás legalább ilyen fontos, a vagyon legalább ilyen fontos. Tehát ez egy bonyolultabb dolog annál, mint hogy kiragadok valamit, és azt mondom, hogy hátul vagy elől vagyok. Mert van olyan mutató is, amiben meg nagyon elől vagyunk. De nem hiszem, hogy abból következtetés lehet levonni, például a lakóingatlanok számát tekintve és értékét tekintve arányaiban elől vagyunk az Európai Unióban. Nem következik, hogy összességében is elől lennénk. Tehát én egy higgadtabb vagy árnyaltabb megközelítést javaslok. És összességében azt gondolom, hogy megvannak a nyilvánvaló eredmények. Számomra a legfontosabb minden adat és eredmény közül az az, hogy Magyarországon ma 4 millió 700 ezer ember dolgozik. És ez 1 millióval több, mint 2010 előtt dolgoztak. Januárban szembesülnek az autósok majd a jövedékiadó, az üzemanyag jövedékiadó emelésnek a következményével. Miért nem a legalacsonyabb, minimális szinten emelik a jövedékiadót, hogy ne ez a 41 forintos, ez a 41 forintos emelkedés legyen az üzemanyagok árában literenként. Magyarokom ezt egyáltalán nem szeretne emelni semmilyen adót általában, mi az adócsökkentés kormánya vagyunk. Vágni próbálom, ha lehet a három gyerekes anyáknál, meg más helyeken is. Tehát mi abban hiszünk, hogy az a jó, hogyha az emberek által megkeresett pénzből minél több a saját zsebükben marad. Ez egy általános elvi megközelítés. Tehát mi az adócsökkentés kormánya is szeretnénk maradni. Vannak uniós előírások, amelyek mindenfajta kényszereket hoznak be. Az áfára is van ilyen előírásuk, van ilyen előfelső jövedéki adóra is, és ezért néha rákényszerülünk emelésre, akkor is, hogyha ez a legjobb meggyőződésünk ellen való. Emelhetnének kevesebbel is, ugye? Hát az a kérdés, hogy mikor, hány lépésben, és itt ezek technikai kérdések. Emelnünk azért kell, mert az unió rákényszerít bennünket. Ha nem kényszerítene, nem emelnék. Az világos, de hogy mennyivel emelnek, az a magyar kormány döntése. Meg hogy hány lépésben, az is. És a pénzügyminiszter ezt a kombinációt találta jónak. Infláció. Beszélt arról, hogy milyen lehet a következő időszakban az infláció. Most így visszatekintve a 2023-as évre, amikor ugye Európa rekorder volt az infláció. Konkrétan meg tudja mondani azt, hogy miért volt Magyarországon a legmagasabb az infláció Európában? Hát azért, mert Magyarország nagyon kitette az energiaáraknak. Tehát Magyarország egy olyan ország volt, lassacskán már nem olyan ország, amelyik a külföldről érkező energiaforrásokat használ föl, és azoknak az árát csak nagyon szűk körben tudja korlátozni. Lásd például a lakosság és a háztartások esetét. Tehát Magyarország a külföldi energia árváltozásnak kitett ország. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy saját energiaforrást fejlesztünk. Az elmúlt 10 év 1 millió plusz munkahelyen túli második, szerintem az én szívemnek nagyon kedves és jelentős eredménye, hogy óriási naperőmű kapacitásokat építettünk ki Magyarországon. Soha korábban ilyen léptékű fejlesztés nem történt, nem csak napelemben, általában. Utolsó ekkora léptékű fejlesztés az a Paks 1 üzembehelyezése volt még a Átkosban. Tehát úgy érzem, hogy öles léptekkel haladunk abba az irányba, hogy Magyarország önellátó legyen energiából.
Ha a Paks 2-t is be tudjuk fejezni, akkor 2030-32 környékén úgy fog kinézni Magyarország, hogy megtermeljük a villamosenergia szükségletünknek olyan 60%-át nukleárisból, 30-35%-át megtermeljük napenergiából, és a maradékot pedig fosszilisből. Tehát ez egy óriási előrelépés, és a pénzeink nagy részét, tehát a kormány számára, vagy az ország számára elérhető források nagy részét ma fölemésztik azok a fejlesztések, amelyeket létrehozunk. Amikor egyébként napelemről beszélünk, akkor nem csak napelemparkot kell építeni, hanem mögé gáztüzelési erőműveket is kell építeni, hogy amikor kiesik a napenergia, akkor be tudjon lépni egy másik erőforrás. Három hatalmas nagy beruházást hirdettünk meg, most zajlanak a nemzetközi közbeszerzési eljárások. Tehát Magyarország hatalmas energiafejlesztési program kellős közepén van jelen pillanatban. Ez a tanulsága számomra leginkább a magas inflációnak. Még csak nagyon röviden, tavaly a kérdésünkre elégedettségét fejezték ki Pintér Sándor belügyminiszter munkájával kapcsolatban, aki ugye az egészségügyet és az oktatást is felügyeli. Egészségügyben rekordon van a kórházak adóssága, leváltották az országos kórházi főigazgatót, kórházigazgatókat küldtek el, illetve a státusztörvény után, vagy kihirdetése után sok pedagógus hagyta el a pályát. Továbbra is elégedette Pintér Sándor munkájával. Az én szótáramban az a kifejezés, hogy elégedettség az nem szerepel. És ha egyszer véletlenül ez belém költözne, akkor rögtön le is teszem a lantot. Tehát szerintem olyan miniszterelnökre, aki meg van elégedve ebben az országon bármivel, arra nincsen szükség. Még talán a nemzeti válogatott teljesítmény is ideértendő. Tehát az elégedetlenség az egy alkalmazási föltétel. Tehát ennek az országnak történelmi hátrányai vannak, 100 évben mérhető. Hát majd, hogyha azokat ledolgoztuk, akkor kérem lehet beszélni ezekről ezekben az összefüggésben, vagy elégedettség. Ilyen nincsen. Az a kérdés inkább, hogy jól végzi valaki a munkáját. Ezt egy szerencsésebb megközelítésnek tartom, és Pintér Sándor jól végzi a munkáját. Köszönöm szépen. Hír televíziót kérem, egy eladjuk hátrébe mikrofont. Köszönöm szépen, Molnár Péter, Hír televízió. Két határon túli magyarokra vonatkozó kérdés. Az egyik az a székelyudvarhelyi tragédiával kapcsolatos. Ugye a kormány azt ígérte, hogy mindent megtesz, amit tud a segítségért. Mit lehet érteni ez alatt, tehát milyen segítséget tud nyújtani a kormány a székelyudvarhelyi tragédiában? Ez az egyik kérdés, a másik pedig a Kárpátaljára vonatkozik. Ukrajnában van új kisebbségi törvény. Ez hogyan hat az ottani magyarságra, és a kormány ezt hogyan értékeli? Valóban a gimnáziumi épület összeomlása után a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr kapott egy utasítást vagy fölkérést a kormánytól, hogy álljon rendelkezésre és minden lehetséges kormányzati eszközt adjon meg az érintett iskola dolgozóinak, tanulóinak, meg az iskolának magának is, hogyha az újjáépítéshez a helyi források nem lennének elegendőek. Tehát remélem, hogy Semjén Zsolt hamarosan majd részletekről is be tud számolni. Ami a kárpátaljai törvényt illeti, ez egy nagyon fontos ügy. Nem akarom mutatni a jelenlévőket, mert van, aki számára ez talán nem annyira fontos, mint a kormány számára, de ugye mindannyian tudjuk, hogy a kisebbség védelmi szabályozások azok a világ bonyolult joganyagai közé tartoznak. Leginkább azért, mert a szabályok semmit sem érnek, hogyha az ahhoz párosuló gyakorlat nem szilárdul meg. Tehát bennünket egy törvény nem hat meg. Láttunk mi már kisebbségvédelmi törvényt Közép-Európában az első világháború után épp eleget, hogy bennünket az érdekeljen, hogy mi a törvény, és mi a hozzá tartozó, vele párosuló gyakorlat. Ezért tanulmányozunk az új törvényt is, és nem akarjuk annak az értékét alábecsülni. De mi egy másik megoldást javasoltunk a ukrán barátainknak. Ez pedig az, hogy ők elvettek egy jogszabályt 2015-ben a magyaroktól, amely garantálta a magyarok jogait. És ahhoz kapcsolódott egy gyakorlat, ami be volt járatva, ami egyébként jó volt a magyaroknak, az elégedettek voltak. És mi azt a kérdést feszegetjük, hogy miért nem adjuk vissza azt a törvényt, ami 2015-ben volt, a hozzátartozó gyakorlattal együtt, és zárjuk le az egész kérdést. Ahelyett, hogy hozunk egy új törvényt, és éveket fogunk vitatkozni azon, hogy vajon a gyakorlatban működik, vagy nem. Úgyhogy ez jobb megoldás lenne, és ezt képviseljük egyébként Brüsszelben is, nem csak itt Kárpátalján, hogy a 15-ös jogfosztás eredményeképpen elvett jogszabályt, azt újra helyezzék hatályba Ukrajnába, és akkor újra kisüt a nap, legalábbis Kárpátalján.
Köszönöm, Hadonyeszkben még nem is. Köszönöm szépen. Egyetlen kérdés, akkor ne maradjon ki a Felvidék sem, ha már határon túlról van szó. Ugye a felvidéki magyar politika keresi saját határait, ami a választások után újra föl kell állítania. Ebben a politikai folyamatban anyaország tud-e segítséget adni? Óvatosan, mert azért vannak mindenfajta jószomszédsági kapcsolatot is érintő érzékenységek. Ugye azt választjuk szerintem, azt jó kiinduló pontnak választani, hogy a felvidéki, tehát a szlovákiai magyarság az egy rendkívül erős közösség. Számos, tehát nagyméretű, és jó működő intézményei vannak. Egy dolgot nem tud ez a közösség megoldani hosszú idők óta, hogy ezt az erejét a politikai képviseletben is megmutassa. Ezt kell megoldani, de ezt nekik kell megoldani. És semmilyen lépést nem fogunk tenni, ami nem tőlük indul ki. És a tőlük induló lépéseknél is természetesen figyelembe fogjuk venni a szlovák-magyar kapcsolatokat, amelyek egyébként olyan jó minőségek ebben a pillanatban, mint amire ember emlékezett óta nem volt példa. És én abban bízom, hogy az új szlovák kormány is érzőbb szívű és élesebb fülű lesz az ott élő magyarok kisebbségi, közösségi igényei iránt, mint a korábbi kormányok voltak. Köszönöm szépen. Az ARD-nek adom meg a szót. Jó napot kívánok! Inotai Edita, ARD Német Közszolgálati Televízió. Három gyors kérdésem lenne. Az egyik az, hogy várható-e a közeljövőben két oldalú találkozó Putyin-orosz elnökkel, illetve itt egy kicsit visszakérdeznék az RTL-es kolléga kérdésére. Putyinnal ugye találkozott Pekingben, és ott azt a kérdést tette föl neki, hogy kész-e egy tűzszüneti tárgyalásra. Mi volt erre a válasz? Ami a választ illeti, a mostani állapotokból az kikövetkeztethető. Ami a tárgyalási szándékokat illeti, nincs az egyik fél oldalán sem olyan szándék, hogy a közeljövőben ilyen tárgyalásra sor kerüljön. Két oldalú találkozó Putyinnal? Tehát az egyik félben sincs olyan szándék, hogy közeljövőben ilyen találkozóra sor kerüljön. És akkor az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban kérdezném, miniszterelnök úr említette, hogy itt azért van egy remény, hogy egy jobboldali áttörés várható. Ebben az esetben fontolgatja esetleg a Fidesz, hogy az identitás és demokrácia európai pártcsaládjához csatlakozna? Jelen pillanatban egyeztetéseket az ICR-ral, az európai konzervatívoknak a csoportjával folytatunk. Nem változtatjuk meg a függetlenségi státuszunkat az európai parlamenti választásokig. A választások után pedig majd meglátjuk, hogy mi a helyes teendő. Mi mindenképpen szem előtt akarjuk tartani a célunkat. Tehát ezek a kikivel, hogyan, melyik párt, ezek technikai kérdések. A nagy stratégiai célt nem szabad szem előtt téveszteni. Tehát nekünk az a véleményünk, ha megengedi, hogy egy kicsit hosszabban válaszoljak, hogy Brüsszelben a dolgok elviselhetetlenül rosszul mennek. Ennek számos oka van. Ezt az Európai Uniót a béke és a jólét érdekében hozták létre. Ehhez képest a határainknál nincsen béke, az Unió úgy tűnik, hogy nem is alkalmas, nem is képes arra, hogy békét hozzon létre, és nem csak a nyílt háborús helyzetekben nem képes erre, hanem az olyan föl-föltörő, fölparázsló konfliktusok esetében sem, mint ami a Balkán. Másfelől jó létet akartunk, és ebben a pillanatban az európai gazdaság nem erősödik, nem növekszik, nem izmosodik, nem foglal egy nagyobb helyet a világban, hanem az ellenkező irányba halad. És a már elért jólét szintjének a megvédése is meghaladja az erejét. Ez nincsen jól. Nem ezért hoztuk létre. Változni kell. Változtatni kell. Miért vagyunk ebben a helyzetben? Azért vagyunk ebben a helyzetben, mert Brüsszelben létrejött egy brüsszeli elit, amelyet mi fősodratú, vagy hogy angolul mondják mainstreamnek tekintünk, amelynek egyik része bal oldalon, a másik része jobb oldalon helyezkedik el, de valójában egy társaság ez, valójában hogy mondják a Tanú című filmben az akasztás előtt? Az elmaradt akasztás? Egy brancs maguk. Tehát egy brancsban vannak ezek, és egy irányba húznak. Ugye az egyik az balnak mondja magát, a másik meg jobbnak, de valójában ez egyfelé húz, egy brancs. Ezen változtatni kell. Ebből van minden baj. Tehát megszűnt a váltógazdálkodás, és megszűnt a politikai verseny az európai politikában, az európai politikának az európai intézményi szintjén. És mi azt szeretnénk, hogyha kibillentenénk, ki lehetne billenteni ebből a helyzetből a rossz irányba haladó
pártstruktúrát, vagy pártszerkezetet. És az a tervünk, hogy a most megerősödő jobboldaliakkal összefogva kellő vonzerőt gyakoroljunk a jobb középre, hogy az ne balra próbáljon állandóan csak nézni, hanem jobb oldalra is, és egy más migrációs, más gazdaság, más külpolitikát tartalmában és minőségében új politikákat indítsunk meg. Ez a mi célunk. Ehhez képest kell megjelölni, hogy kikkel való együttműködés visz közelebb ehhez a célhoz, vagy sem. Tehát így fogunk majd dönteni. De jelen pillanatban, tárgyalásban, vagy tapogatózásban, ismerkedésben az olasz miniszterelnök által vezetett ICR-ral vagyunk. A harmadik kérdés az uniós elnökségről. Magyarország fogja majd betölteni az Európai Unió soros elnökségét az év második felében. Mik itt a prioritások, és számít-e a magyar kormány egy komolyabb ellenszélre Brüsszelből, vagy az Európai Parlament részéről? Abból indulunk ki, amit már tudunk. Tehát Magyarország nem először ad majd elnökséget. Én személy szerint sem először kell, hogy ezzel foglalkozzak. Valahogy, jól emlékszem, 11-ben talán ez már megtörtént. Tehát most nem kellett más tennünk, mint levettük a dossziékat a polcról, kinyitottuk és megnéztük, hogy hogyan csináltuk ezt 12 évvel ezelőtt, akkor milyen témák voltak, mi esett ki, mi maradt meg, milyen új témákat fogunk majd átvenni a belga elnökségtől, akik most január 1-én kezdik meg a munkájukat. Tehát semmi rendkívülre nem kell számítani, ez más szerep lesz kétség kívül, ez nem a megjöttem, itt vagyok, Magyarország érdekei így néznek ki, és akkor tárgyaljunk, hanem ez egy közvetítő, mediátor, elrendező, megoldó, sokkal inkább egy jó eszközszerep a Magyarország számára. Hogy emellett hogyan tudjuk majd ellátni a nemzeti érdekvédelmet, ez egy nehéz kérdés, de erről talán egy másik alkalommal és nálam avatottabbak tudnak majd beszélni. Köszönöm szépen, Inforádió. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Herceg Zsolt vagyok az Inforádióból. Leváltották a kórházi főigazgatóság vezetését, de hogyan fogják megakadályozni a kórházi adósságállomány újratermelődését? Napokban hosszú szakmai megbeszéléseket folytattunk szűkebb körben erről a kérdésről. Ha megengedik is, egyet hátrább lépek, hogy miből van a baj, amivel mi is küszködünk most már 11 néhány éve. A magyar egészségügyi rendszer az se nem magán, se nem állami, hanem valami kutyulék. Félünk a magánrendszerbe elmozdulni, nem akarunk, mert az csak akkor lehetséges, hogyha a biztosítási rendszert is magánosítanánk, és úgy gondolom, hogy ez a szegényebb, vagy nem jó módú magyarok számára fájdalmas következményekkel járna. Tehát fönn akarjuk tartani az egy állami biztosítós modellt. Ezért nem tudunk elindulni a magánegészségügy irányába. Következésképpen, ha nem akarjuk, hogy ez az agyvalék fönnmaradjon, akkor el kell indulni az állami egészségügy irányába. Most ezeket a lépéseket tesszük. Ez egyesek szerint visszalépés, mások szerint a rendezettség irányába tett lépés. Ezt a vitát most nem akarom lefolytatni, de egy jobban szabályozott állami rendszer felé haladunk, amely nem tiltja be a magánegészségügyet Magyarországon természetesen, mert arra szükség lehet, és hogyha az emberek akarnak igénybe venni ilyen szolgáltatásokat, miért kéne őket ettől eltiltani. Csak nem akarjuk, hogy összekeveredjen a magán, meg az állami. Mert azt gondoljuk, hogy ahogy az lenni szokott az ilyen kevert rendszerekben, a profit mindig a magánoldalon van, a költség mindig az államnál. És ez szerintem nem fair az adófizető polgárokkal szemben. Ezért ezt próbáljuk tisztázni. Ez egy nagyon nehéz munka, mert tudja, hogyha ilyen zagyvalékos, kevert rendszerek jönnek létre, akkor azoknak a leválogatása és annak a megértése, hogy ugyanaz a műtét, ugyanannyi munkaórában, az egyik kórházban miért más árazású, mint amott, tehát még ezt az ember végigveszi, több ezer tételről beszélünk, az idő. És most ez zajlik. Ezt a munkát gyorsabban kell végezni, ezért váltottunk a kórházigazgatói, főigazgatói poszton is, ez a munka gyorsabban haladjon. De itt még hónapokra, meg évekre lesz szükség, amíg egy jól szabályozott állami rendszer beáll. A magánegészségügy is látja, hogy hol van lehetőség arra, hogy üzletileg kifizetődő módon nem fő elemként, hanem kiegészítő egészségügyi elemként megtalálja a helyét és működni tudjon. Ez kell egy idő, hogy ez összerendeződjön. A legfontosabb azonban az, hogy az összekeveredés
gyúanyagát, a legfontosabb gyúanyagát, azt megszüntettük, és az orvosi kamarának nem győzök hálás lenni. Tehát azt gondolom, hogy az orvosi kamara olyat tett, ami történelmi jelentőség, ezt nem méltányoljuk eléggé a nyilvánosságban. Az, hogy maga az orvosi kamara lépett föl a hálapénzrendszer megszüntetéséért, és ajánlott együttműködést ebben a magyar kormánynal, az egy olyan szakmai és morális gesztus, amit mi nem értékelünk kellően. Tehát nagyon nagy dolog. Hát olyan rendszert vezettek ki, vagy szüntettek meg, amire mindenki azt mondta ebben az országban, hogy lehetetlen, mert éppen az emberi természet kevésbé dicséretes részeire épült. És egy ilyen rendszert megszüntetni, felszámolni, az nagy dolog. Tehát és még hasonló lépéseket kell tennünk, haladunk előre. Én biztos vagyok abban, hogy kettős ellenőrzési rendszer kell. Ennek a részleteiről most még vannak viták. Kell egy ellenőrzési rendszer a kórházigazgatói ágon, és kell egy sokkal erőteljesebb, igazi, nem költségvetési típusú, hanem nagyon erős, a piac legjobb tulajdonságait is magában hordozó pénzügyi ellenőrzési rendszer a biztosítás oldaláról. De ma az állami biztosító nem ilyen logika mentén épül föl. Ott egy más logika szerinti működés kell. Az, amely költségvetési intézményként működik, kiutal. Nekünk nem ez kell, nekünk az kell, hogy a biztosító megmondja, hogy minek mi az ára, mert ma nem tudjuk a dolgok árát az egészségügyben. És amíg nem árazunk, addig nem tudunk rendesen elszámolni se. Tehát egy olyan biztosító kell, ahol a legjobb szakemberek ülnek, és képesek arra, hogy egy ilyen pénzben is kifejezhető működési mechanizmus leképezzenek, és azt ellenőrizzék. És közben meg kell tartani a másik kórházi ágon is a szakmai ellenőrzést. Ennek az összefésülése zajlik ebben a pillanatban. Elnézést, hogy mutatom önöket ilyen szakpolitikai kérdésekkel. Még két kérdés, ezek rövidek. Érdeminek tartja-e a Karsai Dániel által az aktív eutanáziáról indított vitát? Szükségesnek tartja-e az erről tervezett népszavazást, és elképzelhetőnek tartja-e, hogy a kormány is megfontolja a szabályoknak a felülvizsgálatát? Hát, ha a dolognak a jogi részéről beszélünk, itt most a dolgok leegyszerűsödtek, van egy népszavazási kezdeményezés, és innentől kezdve nekem se, vagy nekünk, se kormánytagként, se képviselőként ezzel a kérdéssel nincs dolgunk, majd lesz egy népszavazás, és az eldönti, hogy mi legyen. De ez nem jogi kérdés, hanem emberi kérdés, és azért olyan nehéz az egészről beszélni, vagy egyáltalán viszonyulni hozzá, mert mégiscsak egy megrázó emberi sorssal állunk itt szemben, nem pedig egy üggyel. És hát az érintettnek, aki ezt az ügyet most a nyilvánosság elé hozta, annak csak azt tudom mondani, hogy vele vagyunk, együtt érzünk vele, sok erőt kívánunk, ha megengedi, még imádkozunk is érte, hogy ezeken a nehéz időszakokon át tudjon jutni. Egy rövid a végére. Most, hogy Fürjes Balázs bekerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságába, milyen esélyt lát egy közép-európai, esetleg magyarországi olimpia rendezésre? Szívesen válaszolnék erre is, de adtam egy hosszú interjút, és épp az önökkel való találkozó előtt kaptam vissza a kéziratot, ami a Nemzeti Sportban jelenik meg, és erről ott szükségesen és hosszabban, mondhatnám, kimerítő módon beszélek. Úgyhogy most, ha megengedi, erre nem válaszolnék. Nekem minden esetre megnőtt a munkám, mert ezt önök nem tudják, de talán nem is fontos. Fürjes Balázssal 10-ből 8 ügyben nem szoktam egyetérteni, és most, hogy ilyen magas posztot tölt be, gyakrabban kell vele találkoznom, és itt sokkal több vitám van vele. Köszönöm, Telexet kérem. Simor Dániel vagyok a Telextől, hogy komolyan mondta, hogy ez nem háború? Komolyan mondtam azt, hogy Oroszország nem minősítette háborúnak azt, amit csinál. Az orosz törvények szerint a háborúnál kötelező sorozás van. Ez még nem következett be. És azt mondtam, hogy örüljünk annak, hogy ez nem következett be. De ön eddig egyetlen alkalommal használt ezt a katonai művelet kifejezést, amikor ott ült Vladimir Putyin mellett, mit üzen ezzel ön szerint? Hogy szívesen használom most is, egy katonai művelet zajlik. Nekem de az agresszor mellett ülve nem alkalmazkodik az agresszor által diktált cenzúrához. Ezzel nem, mit üzen? Én magyar vagyok, a magyar nem alkalmazkodik csak saját magához. Régi szokásunk ez nekünk. Ne akarjon bennünket olyan színbe föltüntetni, mint hogyha akár amerikaiak, akár oroszok megmondhassák nekünk, hogy mi hogyha beszélünk, meg mit gondoljunk. Meg. Ez nem, ez Magyarország. Ez de nem Pekingben meg. Mégis ez történt. De látja, hogy nem. Hát de akkor miért nem használta a háború kifejezést Vladimir Putyin mellett ülve? Szívesen használok, ha a legközelebb találkozom vele is. Igény tart rá. Sajtóhírek arról szóltak, hogy nem ön kezdeményezte, nem a magyar fél kezdeményezte ezt a találkozót, és hogy nem volt lehetősége kitérni ezelől a találkozó elől. Legalábbis ön ezt mondta az Európai Tanács elnökének és a NATO főtitkárának. Nem, sosem mondtam ilyet, ez nem is felelne meg a valóságnak. A magyar miniszterelnök minden találkozó elől ki tud térni, ha akar. És ki kezdeményezte ezt a találkozót?
Szándék egybeesés volt. De akkor azt tartott, megkeresték azt tartott, egymást, hogy... Nem, én azt tartottam természetesnek, hogy ha ott vagyunk Pekingben, akkor találkozunk. Tehát azt én helyén valónak tartottam. Ha az oroszok nem kezdeményezték volna, és nem lett volna szándék egybeesés, akkor én kezdeményeztem volna. Semmilyen problémát nem okozott volna ez a számomra. Tehát én nem kényszerek hatása alatt cselekszek a külpolitikába, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, nem kényszerek hatására válogatom meg a szavaimat, és így tovább. Szóval én a szuverén magyar államot képviselem. Ön azt mondta az előbb, hogy nemzeti maximumra kell törekedni. Úgy tűnik, hogy ezt Mészáros Lőrinc is meghallhatta, mert nyáron lefotózták egy új jakton, ami olyan a 27 milliárd forintba kerül. Mit szól ehhez? Hát forduljon a tulajdonoshoz ezzel a kérdéssel. Ön látta ezt a jaktot? Tetszett önnek? Először is Magyarország kormánya nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Nem foglalkozik személyek magánügyeivel se. Magyarország gazdaságpolitikával foglalkozik, gazdaságpolitikai döntéseket hoz, és ez a kérdés kívül esik ezen a körön. Ugye ez a jacht, ez egy Euroleasing nevű cég tulajdonában van, ennek a Magyar Bank Holding a tulajdonosa, és az MBH-ban a magyar államnak is van tulajdonrésze, tehát tulajdonképpen a magyar állam is valamilyen úton, módon tulajdonosa ennek a jachtnak. Ehhez mit szól? Hát már régen el kellett volna adnunk az állami tulajdonrészt, én ezt képviselem, csak Nagy Márton még nem látta elérkezettnek az időt. Tehát én azt gondolom, hogy azt a 30-valahány százalékot, amiről ön beszél, ebben a bankban nincs értelme az államnak fönntartani, azt inkább minél hamarabb tőzsdére kellene vinni. De a jacht miatt? Nem, hanem azért, mert nincs rá szükségünk. És még itt maradnék a jachtnál, Gulyás Gergely azt mondta a nyáron, hogy kisebb hajót és nagyobb szerénységet várna el mindenkitől a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ön ezzel egyetért? A szerénység mindig jól jön. És mi lehet az oka ön szerint, hogy egyes kormányközüli gazdasági szereplők nem kellő szerénységgel viselkednek hát jelenleg? Nem vagyunk egyformák, tudja. Értem. Önkormányzati választási törvény, önök most december elején 6 hónappal a választások előtt jelentősen átmódosították az önkormányzati törvényt Budapesten. Ez nem tekinthető a hatalommal való visszaélésnek? Ugye rendre a saját érdekeik szerint szokták módosítani a választási törvényeket. Nem, először is nincs olyan jogszabály, ami ezt tiltaná. Tehát, hogy ezt a törvényt módosítottuk, akkor semmilyen jogszabályt nem sértettünk meg. Hogy ki hol húzza meg a határt, az én politikai ízlésem szerinti határ az nagyjából itt a fél évnél van. Tehát fél évvel választás előtt nem szül jó vért, ha választási törvényt módosítanak, akár részletkérdésekben is. Ezt jobb elkerülni. Örülök, hogy ez még a időhatár előtt történt meg. Tehát akkor vehetjük ezt egy ígéretnek, hogy 6 hónapnál kevesebb vagy közelebb nem fogják többé módosítani a választási törvényeket, választáshoz közelebb? Szeretném emlékeztetni, hogy ezt a módosítása a kormány kezdeményezte. Tehát rossz, ez az ajtó, amin kopogtat, az rossz, nem oda nyílik. De hogyha valaki más kezdeményez egy ilyet, akkor a Fidesz azt nem fogja támogatni, hogyha 6 hónapnál közelebb van a választásokhoz? Szeretném ezt elkerülni, igen. Akkor vehetjük ezt egy ígéretnek? Szeretném ezt elkerülni. Értem. Még egy másik luxus járműről kérdeznék. Ön márciusban a honvédségi repülővel Egyiptomba utazott hivatalos látogatásra, és hazafele a gép tett egy kitérőt Olaszországba, ahol ezután önt lefotózták. Ön ezzel a géppel repült Olaszországba? Persze, tehát mindig mondom, hogy fölösleges fotózgatni, vagy ilyen bonyolult hadműveleteket végre rajta, mi mindig közzé tesszük, hogy hol vagyunk, mit csinálunk. És ez egy magánlátogatás volt? Olaszországban? A magyar törvények szerint a magyar miniszterelnök éjjel-nappal folyamatos védelem alatt áll. Ez a szabály. Tehát bárhol megyek, bármilyen okból, mindig folyamatosan biztonsági védelem alatt áll. Ez a törvény. Ez alól van egy kivétel, én ez alól adhatok magamnak fölmentést, de ezzel csak a legritkább esetben élek, meg kockázatot vállalok azok felé, akik egyébként azzal vannak megbízva, hogy a magyar állam működésének a biztonságát garantálják. De akkor ön a magánlátogatásaira, amikor használja a honvédséggépeit, azokat ki szokta fizetni? Megismétem, 0-tól 24-ig szabályozott rendszerben van a magyar miniszterelnök. Igen. Értem, de hogy itt közpénzből finanszírozzák az elutazását tulajdonképpen minden, az adófizetők. Igen, így van, minden más országokhoz hasonló módon, minden mozzanata ennek a kérdésnek szabályozott, és a szabályok szerint kell eljárni. De ön ezeket ki szokta fizetni? Minden szabályozott, és szabályok szerint járok el. Köszönöm szépen, a 24.hu köz. A 24.hu következik. 24.hu azt következik. Azt kell tenni, amit a szabályok előírnak, és mindig a szerint járok el. Ha 20-szor kérdezi, 20-szor is ezt fogom mondani, de nem akarom elvenni a lehetőséget öntől, de... Nem az a baj, hogy többet, hanem ugyanazt. 24.hu következik. Köszönöm szépen, Bánszegi Rebeka, a 24.hu. Jó napot. Parancsoljon.
Az ön fizetése a 2022-es választást megelőzően 1,5 millió forint volt, majd ezt követően felemelték ezt 4,1 millióra, ami kiegészülve a tiszteletdíjával 5,7 millió forint. Ez egy év leforgása alatt meg háromszorozódott. Tud mondani más példát a közszférában, ahol egy hivatásnak a képviselőinek meg háromszorozódott volna a fizetése? Arra tudok példát mondani, hogy ez miért történt így. Tehát a 2010 óta folyamatosan... Tényleg nem az ön zsebében szerettem igen, volna turkálni. Igen, de ha már turkál, akkor elmondom. De hogy ezért vonatkozott arra a kérdés, hogy de ha már nem turkál, történt akkor a másik elmondom. Részen úgy. Igen, de ha mégis turkál a zsebembe, akkor elmondom. Tehát a helyzet a következő. 2010 óta folyamatosan foglalkozási ágonként indítottunk bérfejlesztési programokat. Van olyan terület, ahol már kettőt is. A legvégére hagytuk a politikusokat. Ideértve a képviselőket és a kormánytagokat. Tehát szabályokat arra nézve, hogy hogyan, miképpen vannak bérezve, ami egyébként nyilvánosan is ismerhető, azt utolsóként alkottuk meg. Tehát ezeket a kérdéseket, hogy mennyit keres egy miniszter, mennyit keres a miniszterelnök, mennyit keres egy képviselő, ezt törvények szabályozzák. Egyetlen pont van, ami fontos, az pedig az, hogyha Magyarországon nem történik fizetés növekedés, akkor a politikusok fizetése sem nőhet. És a politikusok fizetésének a növekedése egy szorzószám szerint arányosan kell megtörténjen azzal, ami a többi ember életében történik. Tehát ez egy átlátható, kiszámítható, a mindennapi élet igényeivel, szempontjaival, az emberekkel összekapcsolt rendszer. Ugyanúgy, mint az összes többi foglalkozási ág esetében. Igen, az átlagbérhez van kötve, csak mielőtt az átlagbérhez között kötötték, azelőtt meg háromszorozták az önfizetését. Így igazából így arra vonatkozott a kérdés, hogy más hivatások kapcsán így a közszférában miért nem történt meg hasonló arányú fizetésnövekedés? Érdemes fölgöngyölíteni, még egyszer mondom, 2010-ben, 10-től folyamatosan minden foglalkozási csoport számára bérfejlesztéseket hajtottunk végre. Az ápolónőktől, az orvosokon keresztül a rendőrökön át. Legvégére hagytuk a politikai munkát végzőknek a rendezését, és a végén történt meg, 13 évig vagy 11 évig, ahogy ön mondja, vártak erre. Szerintem most egy átlátható, világos, fair rendszer van, ezt érdemes működtetni. Időben legvégére, de akkor arányaiban meg a legelejére került. Csak a miniszter úr nem akarja magát megvédeni, csak szeretném jelezni, hogy a miniszterek kétszer annyit keresztek az előző ciklusban, mint a miniszterelnök. De nem is akarok előtt. De hogy nem a miniszterelnök úr fizetésével kapcsolatban volt a kérdés, hanem a többi közvédőben. A védekezés is méltatlannak, talán nem akarok védekezni. Tovább elmondtam, is megyek, tovább is de megyek. Megengedi, csak annyit tettem meg, hogy elmondtam, hogy hogy van egy rendszer. Tehát ez rendszerben van, nem akarok védekezni se ilyesmi elemben méltatlan. Én elvégzem a munkámat, a választópolgárok meg 4 évenként eldöntik, hogy akarnak engem alkalmazni. Ha alkalmaznak, maradok, ha nem, megyek. A pedagógusok bérének emelését többször elhangzott, hogy az Európai Uniós forrásokhoz kötik, hogy a kormánytagok fizetését hogyan sikerült kigazdálkodni saját kasszából. Megismételni a kérdést? Tehát, hogy miért kötik az Európai Uniós forrásokhoz a pedagógusok fizetését, hogyha amúgy a kormánytagoknak a fizetés emelését azt meg tudták oldani, ki tudták gazdálkodni? De nem kötjük, ez tévedés. Többször elhangzott. Nem, tehát ön az ütemezésről beszél. Tehát az, hogy a pedagógusok bérét meg kell emelni, és Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy ez saját erőből is megtegye, ez nem vita tárgya. Tehát akkor saját erőből lesz pedagógus béremelés. Nem vita tárgya. Az a kérdés, hogy hány év alatt tudjuk ezt megtenni. Abban az esetben, hogyha csak saját erőnkre támaszkodunk, akkor ez egy 5-6 éves folyamat. Korábban, amikor arról beszéltek, hogy Brüsszel abban az eset, nem lehet pedagógus béremelés. Tegye meg, hogy megengedje, hogy a miniszterelnök abban az esetben, ha külső forrást is be tudunk vonni, és ilyen a brüsszeli forrás, akkor az 5-6 éves folyamatot 3 évre tudjuk lecsökkenteni. Tehát a béremelési folyamat nem 6 éves lesz, hanem 3. De ha nem lenne EU-s pénz, akkor is megtennénk, csak 6 év alatt történne meg. Nem tudom. Érthető. Köszönöm szépen. Még egy kérdés. Mi a véleménye E. Simon László menesztéséről? A miniszter saját hatáskörében döntött. Azért kérdezem, hogy nemrég megosztott egy TikTok videót, amiben arról beszélt, hogy az ön kedvenc könyve a Pokolbéli Víg napjaim. És ebben ugye van egy meleg szerelmi szál is. Hogy ebben az esetben, amikor ezt kiposztolta, átgondolta, hogy ez vajon a törvény hatályain belül érvényes-e, vagy hogy volt egy olyan kockázata, hogy esetleg
politikai következményekkel kell ön is szembenézzen? Én nagyon iparkodok, de még így se értek mindent. Mire kíváncsi pontosan? Milyen döntésmechanizmusok mentén döntött el azt, hogy kiposztolja ezt a videót, amikor arra gondolt, hogy mondjuk Simon László esetében elég volt, hogy egy kiállításon megjelent három kép, egy idősek otthonában készült három kép, amin meleg emberek szerepeltek, ebben a könyvben pedig meleg szerelmi szál van, és a TikTokon kifejezetten sok a tinédzser felhasználó. De Magyarországon nagyon sok olyan könyvet lehet vásárolni, amiben azonos neműek közötti érzelmi viszonyokról írnak hosszan, mind magyar, mind külföldi szerzők tollában. Nem értem a kérdést. Csak akkor hol a határ? Tehát, hogy hol a határ a között, hogy valami már propagálja a homoszexualitást, és valami pedig akkor ezek szerint elfogadható egy könyvben, egy regényben, mint művészetileg hozzáadott érték? Hát arra kíváncsi, hogy én mondhatom-e, hogy mi a kedvenc könyv, akkor szerintem én mondhatom. Köszönöm. Köszönöm. HVG. Jó napot kívánok, hvg.hu Lengyel Tibor vagyok. Az első kérdésem, ha már az előbb Lázár János idézet merült föl, én egy másikat hoztam. Azt mondta, hogy nemrég, hogy a Fideszben az elmúlt 15 évben Fideszhez sokan csatlakoztak a siker reményében, olyanok is, akiknek nem kellett volna, és óvott a hitvány emberektől. Pesti László pedig még tovább menti, ugye a lölőjelenséget, orkokat említett, és rákos daganatot ugyanebben a körben. Ön, ha körülnéz a Fideszben, lát olyat, akit nem lát szívesen? Vagy a Holdudvarban? A legutóbbi választáson, a pártkongresszuson választottak meg a Fidesz elnökévé ismét, és én, akit ebben a közösségben ismerek, az kivétel nélkül derék ember. Akkor lehet, hogy másfele néznek Lázár Jánossal és Pesti Lászlóval például. Világos. Egy másik kérdés, ugye 16-ban mondta azt a szemön, hogy, hát változtam, hogy mondta csak, hogy 16-ban volt-e, azt hiszem igen, hogy addig nincs baj, vagy nincs miről beszélni, amíg a top 10-ben a leggazdagabbak között nincs fideszes. Na most már barátok, családtagok kerülnek egyre följebb itt a 100 leggazdagabb listáján, egyre följebb. Hát Mészáros Lőrinc ugye már harmadik éve vezeti is ezt a listát, az ön veje, Tiborcz István pedig most azt hiszem 70 milliárddal a 25-dik, de ha ilyen ütemben megy föl, akkor két év alatt ő is a top 10-ben lesz. Tehát akkor van-e már miről beszélni? Minden magyar tőke tulajdonosnak sok sikert kívánok. Nincs miről beszélni. Hát a magyar kormány nem tesz különbséget a tőketulajdonosok személye alapján. Magyarországon egységes jogszabályok vannak, azok mindenkire vonatkoznak, és azokat mindenkinek be kell tartania. Személyválogatás nélkül. Igen, ez a gazdasági ügyekkel nem szokott foglalkozni, de a gazdaságpolitikát, amikor említi, azért a gazdaságpolitika révén gazdagodnak emberek olyan mértékben, hogy följussanak oda a top 10-be, vagy akár az élére, vagy... A magyar gazdaságpolitikának nincsen ilyen szándéka, annak nincsen személyválogató jellege, de összefügg a két kérdés, csak másképpen. Tehát az egy jogos elvárás szerintem, vagy helyes célkitűzés a magyar gazdaságpolitika részéről, hogy a Magyarországon sikeres cégek tulajdonosaiktól egyébként függetlenül, azok állják meg a helyüket a versenyben az országhatárokon kívül is. És ez kívánatos. Tehát én... szorgalmazom, erőltetem, nyomom, kifejezem ezt az óhaját a kormánynak, a támogatási rendszerekbe is kérem, hogy érvényesítsék az adott minisztériumok, hogy állják, tehát tegyük próba alá, állják ki a verseny próbáját a magyar cégek külföldön is. Jól állunk ebből a szempontból, tehát ha lenne egy évvégi összesítés, ami ezt elvégzi, tulajdonképpen lehetne is, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 4-5 évben nagy számban megnőtt azon jelentős magyar, mondjuk úgy, hogy nemzeti bajnokoknak a száma, akik külföldi megmérettetést is vállaltak, és sikeresek. Azt is mondhatnám, hogy terjeszkedőben van a magyar gazdaság, az építőipartól kezdve, az informatikán keresztül, a bankszektoron át, az energiaszektorig. És ez szerintem jó Magyarországnak. Igen, ezt értem. Ha a keleti nyitás politikáját nézzük, ugye az szükségszerűen valamennyire egy eltávolodás nyugattól. De ha tízes évektől nézzük, és ez egy folyamat, akkor most hol tartunk, mondjuk a felénél, a harmadánál, az elmozdulásba, vagy már oda is értünk?
Ez egy szemléleti kérdés. Én nem osztom a kiinduló pontját, de elfogadom, hogy lehet így is szemlélni. Én az Ady Endre féle állásponton van, ha jól értem, hogy a kelet-nyugatot úgy kell értelmezni, ami között mozog Magyarország. Szerintem a kelet-nyugat átfedésben van Magyarországon. Ez egy másik szemlélet. Ezért mi nem ide vagy oda akarjuk kötni komp módjára Magyarországot. Ez egy nekünk, a mi szívünknek nem kedves kép, és nem is ezt a logikát követjük, hanem azt állítjuk, hogy ha Magyarország nem épít ki a kelettel kapcsolatokat, és nem hozza ide a keleti tőkét, akkor mi a nyugati világ érdektelen szélső perifériája leszünk valahol a keleti végeken. Ez a sors vár ránk. Ez ellen a sors ellen úgy lehet védekezni, hogyha mi olyan lehetőségeket kínálunk a világnak, ami innen erről a pontról kínálható csak, vagy innen kínálható elsősorban. És ma Magyarország egy olyan ország, ahol a nyugatiak, miközben nyugathoz tartozik, NATO tag, Európai Unió, kereszténység, miközben a nyugatiak jól érzik itt magukat, a közben egyébként a keletiek is itthon érzik magukat. Nyugati befektetők is vannak, és keletiek is. Sőt, most már eljutottunk oda is, hogy nem csak egymás mellett vannak, hanem együtt működnek Magyarországon. Tehát Magyarország nem mozdul el sehova, ott van, ahol. Az a házszáma, ami nem változtat. Tehát mi nem kompország vagyunk, hanem egy olyan ország, amely olyan üzleti lehetőséget tud mutatni a nyugatnak is, meg a keletnek is, amely Magyarországon létrejövő együttműködés hoz létre, és ezzel megnöveli az ország értékét. Ezt éljük az elmúlt 10 évben, az ország fölértékelődése, szerintem ennek a stratégiának köszönhető elsősorban. Köszönöm, és az itt magukat jól érző keletiek kapcsán hagyj kössem át, és nagyon rövid lesz, ígérem, hogy a vendégmunkás sok kérdése volt talán az idei évben az egyik legfontosabb az akugyárakon túl, de olyannyira, hogy ugye fideszes polgármesterek is ágálnak ellene, hogy mindenféle nagy szabású építkezésekkel, szállókkal, vendégmunkás szállókkal kelljen szembesülniük a településüken, hiszen az erodálja az ő népszerűségüket, azt mondják. Tehát van esetleg olyan ebben az egész vendégmunkás történet kezelésében, amire azt mondaná, hogy hát ezt nem a legjobban csináltuk, és még mindig változtatni kell rajta? Megengedi, visszamegyek a kiinduló ponthoz. Tehát én azt a gondolkodásmódot nem fogadom el, hogy a bármely település polgármester népszerűségi szempontból gondolkodjon ezekről a kérdésekről. Lehet ugyanilyen szempont is, de nem lehet az első. Az első az az, hogy mivel tudja szolgálni a települése érdekeit, meg az ott élő emberek érdekeit. Ez minden mást megelőz. És ezért joga van a képviselőknek, illetve tehát a képviselőtestület tagjainak, illetve a polgármesternek arra, hogy valamire azt mondják, hogy igen, valamire azt mondják, hogy nem. Ez az ő dolguk, mert a települések fejlődéséért, fejlődési irányáért és üteméért ők tartoznak felelősséggel. Tehát ez rendben van. Aki akar nagy beruházást, ott van nagy beruházás, aki nem akar, ott meg nincs. Ezt majd a választott vezetők helyben eldöntik. Na most a vendégmunkások ügyében a tények egyelőre a félelmeket nem igazolják. Tehát mit látunk ma? Ma azt látjuk, hogy Magyarország még mindig rendelkezik jelentős munkaerőtartalékkal. És szerintem, zárójelben mondom, csak energiatartalékkal is bőven rendelkezik, illetve új kapacitásokat hozunk létre. Tehát az állítás, hogy a mi iparpolitikánknak se az energetikai, se a munkavállaló lába ne volna meg, azt az állítást én nem osztom. Megvan, illetve folyamatosan épül ki az energetikai lába, vízünk, miután egy medence vagyunk, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, csak akarat kérdés, hogy hova szállítjuk el, és a munkaerőtartalékok is megvannak. Ha vetnek egy pillantást a iparpolitikánkra, akkor azt fogják látni, hogy első lépésben teljesítettük azt a küldetésünket, hogy a két része szakadt, kelet és nyugatra szakadt Magyarországot közelebb hozzuk egymáshoz, vagy fölzárkóztassuk a keleti részt. Ha nagy iparfejlesztéseket megnézik, ebben nagy szerepe van egyébként a keleti befektetőknek, de nyugatiaknak is, mint a BMW, az ország keleti részén csupa olyan beruházás jött létre, amely, és ezek már folyamatban vannak, amely föl fogja emelni az ország keleti részét az ország nyugati részének színvonalára. Ehhez kell ugyan néhány év, amíg minden beruházás végigfut, de ez meg fog történni. Döntések vannak, beruházások zajlanak. A problémánk, és itt jön a munkaerőtartalék kérdése, az most már észak-dél viszonylatban van. Tehát az új egyenlőtlenségi tengelye Magyarországnak az nem kelet-nyugati, hanem észak-déli.
Ezért iparpolitikát délre kell telepíteni, vagy iparpolitikai döntésekből beruházásokat délre kell telepíteni, és úgy, ahogy megvoltak az ország keleti részében történő beruházásokhoz ott helyben az alulfejlettség miatt a munkaerőtartalékok, az ország nyugati és keleti közötti munkaerő arány, munkanélküliség aránykülönbség ezt jól mutatja, ez most el fog tűnni, ez most megjelenik a déli összefüggésben. És mi arra számítunk, hogy a szegedi Békés megyei, tehát szegedcsanádi Békés megyei beruházásokkal az ott még 100 000-es nagyságrendben meglévő munkaerőtartalékokat tudjuk mozgósítani. Ezért szerintem nekünk nincs szükségünk nagy arányú vendégmunkás beáramlásra. Ez az első állításom a kérdésére. A második az az, hogy ráadásul a kormány nem is hoz be vendégmunkásokat. Tehát az a kérdés, hogy a magáncégekre milyen szabályokat alkalmazunk, mert a vendégmunkásokat a magáncégek hozzák be. És itt az a kérdés, hogy jó szabályokat alkotunk-e a magáncégek ilyen szándékát korlátozandó. Szigorítottuk az erre vonatkozó szabályokat, szerintem a mostani szabályok ígéretesek, most kezd ez csak működni. Ha úgy látjuk, hogy szigorítani kell, majd szigorítunk, de egyelőre ma minden magyar ember úgy feküdhet le, hogy a munkahelyek Magyarországon a magyaroké, senki nem tartózkodhat az ország területén megfelelő jogi alap nélkül, és ha az a jogi alap időben kifutott, megszűnt, akkor el kell hagyni az országot, és képesek is vagyunk erre, mert csak olyan országból engedünk be a magánszereplőknek is vendégmunkásokat behozni, akivel kitoloncolási egyezményünk van. Tehát az, hogy ellakják tőlünk az országot, mint ahogy Nyugat-Európában ez egy élő veszély, szerintem bennünket nem fenyeget. Tehát én egy... Nem akarom eltitkolni, a kataritól kezdve, tehát nem csak nyugati, hanem keleti vendégmunkás törvényeket is átbújtunk, én személyesen is, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek jók. Most a vendégmunkásokról beszélünk, de valójában más jogcímeken is lehet tartózkodni Magyarországon. Az új törvénynek az a nagy erénye, hogy pontosan megmondja, hogy tehát ha találunk egy külföldit, akkor annak világosnak kell lenni, hogy ő milyen jogcímen van itt, és meddig tartózkodhat itt. Ez korábban egy átláthatatlanabb, rendezetlenebb terület volt. Úgy érzem, hogy jó irányba tettünk egy lépést előre. Köszönöm, lassan kifutunk az időből, úgyhogy két kérdezőre, két rövid kérdésre lesz idő, egy Blikket kérem először. Balázs Barnabás, Blik. Az elmúlt hetekben, hónapokban több kárpátaljai magyar politikus értelmiség is kifejezte abbéli szándékát, hogy Ukrajna elkezdhesse a csatlakozási folyamatokat. Szerintük ez az érdeke a kárpátaljai magyarságnak is. Miniszterelnök úr, hogy látja, ha kizárólag a kárpátaljai magyarság szemével nézzük ezt a helyzetet, akkor jó lenne, előnyös lenne az uniós tagsága Ukrajnának? Végül is az történt, amit a magyarok nyilvánosan elmondtak, megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Ezt én ugye a rossz döntésnek tartom, de a nyilvánosság előtt megszólaló magyar vezetők szándékával egybeesik. De egyetért a miniszterelnök úr azzal, hogy kárpátaljai magyaroknak ez az érdekük? Hogy az unió tagjai lehessenek. Hogy jobban járnak-e, ha az igen, unió... igen, hogy jobban járnak-e. Igen. Lehet, olyan, lehet ezt úgy csinálni, hogy jobban járjanak, igen. Úgy tűnik, hogy Győrben a jelenlegi fideszes polgármesternek kihívója akad az előző fideszes polgármester személyében. Mit gondol Borkai Zsolt polgármesteri ambícióiról? Nem vagyok győri szavazó polgár, ha lennék, akkor is egy másik lehetőséget keresnék magamnak. És egy utolsó kérdés még, ha már advent van, ne csak konfliktusokról beszéljünk. Fel tud esetleg sorolni egy-két olyan ellenzéki politikust, aki jelenleg is aktív, és esetleg szimpatikus miniszterelnök úr számára valami miatt tiszteli esetleg? Azért nem sorolok fel ilyeneket, mert nem akarok nekik rosszat. Sose vezet az jóra, hogyha a rivális táborából kezdenek dicsérgetni valakit. Ha a Fidesz esetében ilyet hallok, akkor én is azonnal, mint a vadászkutya, hegyezem a fülemet, és nézem, hogy mi történik itt. Tehát jobb a békesség, mindenki maradjon a saját tér felé. Mit szokott tenni olyankor, amikor hallja ezt? Hegyezem a fülemet. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó kérdés, például Magyar Nemzet. Ide előre kérem szépen. Köszönöm, Máté Patrik vagyok a Magyar Nemzettől. Miniszterelnök úrnak mi a véleménye arra, hogy minek tulajdonítja azt a lépést, hogy az ukrán titkosszolgálat nem engedte Petro Poroshenko volt ukrán elnöknek, hogy elhagyja Ukrajnát, mivel információk szerint önnel találkozott volna? Én megengedőbb vagyok, mint a közvélemény általában. Tehát Ukrajna háborúban áll.
tudom, itt van-e a barátunk, vagy kollégánk, tehát Ukrajna háborúban áll, amit nevezhetünk ugyan katonai műveletnek is, de valójában egy véres háború. És egy véres háború időszakában nem lehet olyan szabályok szerint élni, mint békés, normális időkben. Tehát én azt, hogy az ukránok a háborús időkben rendkívüli szabályokat érvényesítenek, hogy nincsenek választások, a pártokat lényegében betiltották, gyakorlatilag a szabad sajtót megszüntették. Ezt én egy rossz, de szükséges, ezért elfogadandó rossznak tekintem, és egyetlen kritikus szavam sincs ezzel kapcsolatban. És hogyha úgy látja az ukrán állam, hogy valakinek, egy személynek a távozása az ország területéről szerinte nemzetbiztonsági kockázatot okoz, akkor ennek megfelelően kell eljárni. Az fölvet egy kérdést, hogyha egy ukrán állampolgár találkozása egy magyar miniszterelnökkel nemzetbiztonsági kockázatot okoz, akkor hogy akarnak tagok lenni az Unióba, de ezt most hagyjuk későbbre. Ha meg lehet, akkor egy utolsó rövid kérdés, hogy miniszterelnök úrnak mi a véleménye arról, hogy momentumos Cseh Katalin szerint Ukrajnának, vagy Magyarországnak is érdekel, hogy Ukrajna megkapja azt az 50 milliárdos, 50 milliárd eurós támogatást, amit egyelőre még nem kapott meg? Úgy érdemes a kérdést talán föltenni magunknak, hogy helyes dolog-e Ukrajnát támogatni? Szerintem helyes. A Magyarország támogatja Ukrajnát. Hát a legnagyobb humanitárius segélyakciót indítottuk, amikor a háború kitört. Hogy melyik ország a saját helyzetéből kiindulva, melyik támogatási formát tartja jobbnak, és melyiket kevésbé, az minden ország szuverén döntése. Magyarország is meghozta ezt a döntést, mi fegyverrel nem támogatjuk Ukrajnát. De pénzzel támogatjuk, hiszen az unió költségvetéséből ma is kap Ukrajna elég jelentős összegeket havonta. És abban a mi pénzünk is benne van. Tehát ebben a pillanatban az unió közös költségvetésében, amikor döntéseket hoztunk, elküldtettünk egy összeget most is, amit Ukrajna megkap. Ha nem kapná meg, az ukrán állam nem működne. De az a pénz, mint minden forintja az európai költségvetésben, az mondjuk legalább 1%-ban, mert a népesség arányunk alapján nagyjából így nézünk ki, 1%-ban a mi pénzünk is. Az a kés, hogy ezen fölül oda akarjuk adni a magyarok, a németek vagy a hollandok pénzét az ukránoknak. Szerintem erről is lehet beszélni. Tehát az nem Istentől való, tehát nem Istentől elrugaszkodó dolog arról beszélni, hogy támogassuk Ukrajnát. Ez értelmes beszéd. Azonban azt ellenezzük, azt nem tartjuk értelmes javaslatnak, hogy a támogatás közös hitelfelvétellel történjen, és az sem, hogy az unió már meglévő költségvetéséből történjen. Azon kívül, hogy összeüljenek az európai vezetők, és megbeszéljék, hogy kell-e támogatni Ukrajnát, akarják-e, ki mennyi pénzt tud erre adni, ezt én egy helyén való és legitim beszélgetésnek tartom. Csak ne verjük szét a költségvetésünket, és ne kelljen közösen eladósodnunk senkivel. De egyébként Ukrajna támogatása nem helytelen célkitűzés. Azt nem szeretném, hogyha közben ez úgy történne meg, hogy a költségvetésbe adjuk a pénzt, és észre sem vesszük, és valójában a Magyarországnak szállt forintokat emészti föl az Ukrajnának nyújtott támogatás. Mert nekünk az a félelmünk, hogy a visszatartott pénzeink egyszer csak kikötnek Ukrajnába, és amikor eljön a pillanat, hogy azt meg kéne kapnunk, közlik, hogy üres a kassa. Tehát ezt mindenképp el kell kerülni. Tehát a magyarok rovására Ukrajna támogatása nem mehet. De a magyarok vállalhatnak ebben szerepet, ezt meg tudjuk beszélni. Ha költségvetési fedezet kell hozzá, akkor a parlamentnek ezt meg kell vitatnia. Tehát mi készen állunk egy ilyen beszélgetésre. De nem hitelből, és semmiképpen nem az Európai Unió most futó költségvetési keretén belül. Köszönöm. Miniszterelnök úr, miniszter úr, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, köszönöm, hogy itt voltak velünk a mai napon. Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk.